Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánok mindenkinek, szevasztok! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát mi újság van? Hát velünk mi az oké, de veled mi? Mit vagyok, megjöttem. Nem véled mi a helyzet, Kunta. Kunta kinte? Nem hiszem el, hogy milyen színe van. Fogja a nap a bőrét. Gyerekek, az a baj, sütött a nap a rohadt életbe. A macskas szem. Próbáltunk olyan helyre menni, ahol nem süt, de hát sütött az iskolája. Ami itt nem volt, az ott igen. Láttam, azt én néztem, és gondoltam rátok nagyon, hogy ez a mínusz hatocska reggel, meg ez a kis 12 fokocska, meg nem. Mi volt itt? Nagy volt a szárazság, ugye a nyáron, és akkor intézkedett a természet, hogy most ezt pótolja. Picit arcunkra fagyott reggelenként, de napközben nem volt egyébként rossz idő. Tehát, hogy ez a hidegfront, meg a mindenféle riogatások azért hála Istennek nem jöttek be, mert azért napközben sütögetett, és most is sütni fog. Igen. Nyilván nem annyira, mint Andalúziában. Á, gyerekek, szörnyű volt. Higgyétek el, tényleg este fél kilencig süt a napot, 30 fok van napközben. Az a rohadt izzadás. Rohadt izzadás. Higgyétek el, nem küldeni volt annyi. Akartunk meleg ruhát egyébként. Higgyétek el, hogy tényleg, mire elérsz a medencétől a tengerig, forró a homok. Koktélban fölolvad a jég. A gyerek mindenkinek hólyagos volt a lába. A talpát, a papucsot a padnál hagyod, amin fekszel, vagy a kis ágyon, visszamenni a papucsi, két ott hagyja a karuszot. A hideg koktéloktól. Az a sok koktél, a hideg, így nem volt nem könnyű. Jó, nem jó. A medence, hogy ott ugrálnak a németek mellett. Jobban jártuk, hogy itt maradtunk. Érted, ott közben vízi aerobikot tartanak. Hát annyi bajom, nyűgöm van nekem is. Lemenni a tenger, nagy a hullám, akkor de a gyerek nem jön be. Volt, ugye? Nem ventilátor fölkelni. Volt, képzeld, ez a klasszik de ventilátor. Jó. De volt légkondi, ezt nem használtuk. Úgyhogy higgyétek el, nem volt. Csúnya lelakott testű nők, gondolom. Gondold jobbra, balra, jobbra. Szörnyű az egész, tényleg. Rosszul főztek nyilván. Ráadásul felvágd a paradicsomot, ne vágj. Hát, nem volt, tudom, hogy... Az a hülye paella, érted, lók ki belőle a rák. Szörnyű volt, gyerekek. Ja, ez az Andalúzia, ez nagyon szép. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, mi még erre nem jártunk, így családdal, de ezt most így, hát megnéztük, már hogy a szállodat, az gyönyörű. Ja. Te gondolom, hogy egymásnak adtátok a kilincset a családba, hogy megnézzétek a legszebb spanyol műemléket. Hihetetlen, tehát ott Andalúzia, ugye Marbella, Malaga, az a rész, a lenti rész, ugye a földközi tenger, ami találkozik, földközi tenger, az, aha, ugye? Annak ott volt, ami nagy víz, de nem. Igen, ott valami nagy víz, de csak fürödtünk, mert nem tudtam, hogy most melyik óceán, fekete tenger, földközi tenger. Szóval az nagyon szép, és hát mondanom sem kell, hogy Gibraltár. Megnéztétek? Nyilván megnéztétek. Rohadtul nem. Hiszen egy köpésre volt. Aha. 160 kilométerre volt, mondom, nem vagyok hajlandó kimozdulni. Aha. Alhambra, a Móri erődítmény, gyönyörű szép, rohadtul nem mindegyik. Meg. Ja. Persze, azt sem. Láthatok prospektusban. De a szállodából rá lehetett látni. A szállodából kb. Egy 50 kilométer lett volna még Gibraltár. Aha. Mondtam, hogy nem vagyok hajlandó beülni egy autóba, de hál' Isten a család sem volt hajlandó, úgyhogy ezt így nagyon könnyen. Menjünk, ne? Jó. Alhambra menjünk, ne? Jó. Igazából végül is tényleg, hát csak egy különleges közigazgatási terület, ami igen. Ugye, de megnyitani azt az itt fennhatóság. Tényleg érted, igen, emlékszel, hogy beszéltünk róla pár héttel ezelőtt, igen. Lopnak a majmok. Ja, tényleg. Hát úgy, Jani, te mentél volna. Hogy meg 50 kilométer azért az mégiscsak 50 kilométer, ha még 60-ra lett. Gondoltam rád, hogy azért ezeket te valószínűleg szívesen megnézed, és így elmondom neked, hogy minek a közelébe voltam, nagyjából egy agyérgörcsel. Az Alhambrát én is kihagytam volna, hiszen a Móri építészetnek a legszebb középkori emléke, igen, gyakorlatilag a Pireneusi félszigeten. Tartottunk egy ilyen körbenézős délelőtöt, leültünk a szálloda hajába, és megnéztük az összes prospektust, ültünk a gyerekkel, megnéztük, körbeadtuk Vikivel, és mondtuk, menj, ne! Ide se! Oda, nem! És így, akkor maradtunk a szállodában. Nem, az igazsághoz hozzátartozik, hogy hát egyrészt nem arról van szó, hogy most itt a család kiszabadult, azt tudod, a proli család nem megy sehova, de kicsit egyébként igen. Szóval baromi meleg van, egy órát kellett volna autózni, jó, ez a Gibraltár, meg jön ott egy két Bobby. Két megint mentek, ugye? Igazából nem tudom. Majd akkor megnézzük. Most nézem meg, vagy szeptember nézem, végén nézem meg. Nem, az volt, hogy 30 fok, gyerek, nyűgös. Nem volt kedvünk elmenni. Én szépen wifi-re fölcsatlakoztam, megnéztem az összes képet. Aha. Mondtam, jó van, ezt is láttam. Igen, tudok róla mesélni. Wikipedia szócik van róla. Kordoba is gyönyörű, gyerekek, gyönyörű. A prospektus. Sevilla elképesztő.
Elképesztően szép helyek. Sehol, sehol, megmondom őszintén, Marbellát megnéztük, meg egy ronda nevezetű kis andalusz kis városkában voltunk, az nagyon szép. Oda elmentünk, egy órát autóztunk egyébként, tehát hogy ha már egyébként Gibraltár vagy ronda, akkor már Gibraltárba kell menni. Minden szép, akkor nézzük már meg ezt a helyet. Kilóg a sorban, rondának hívják. Ajánlották rondát, mondta az ember, hamar ott vagyunk. Mondom, figyelj, gyerekkel vagyok, nincs kedvem sokat. 20 perc. Körbe egy óra 10 percet mentünk, mert hogy egy ilyen 3000 méteres hegyen kell átmenni, amin brutális szerpentinek vannak, viszont maga a hely, ez gyönyörű, ez egy andalusz kis városka, bikaviadalos kis arénával a közepén, kis sétáló utca, kevés turista, az gyönyörű. Két és fél órát sikerült ezért autózni, úgyhogy aznap este adtam vissza az autót a kölcsönzőnek, és mondtam, hogy ha fölhívnám, hogy adjon aha. még autót, ez a harmadik nap volt, esetleg Gibraltár, vagy de valami jut, megnézzek, ne vegye fel a telefon. Én nem vagyok hajlandó két és fél órát ülni, semmiért. Se a kolbászoló majmokért, se Gibraltárért, hogy ott előttem ott összefolyik valami. Nézze nekem nagy a tengerparton a minibár, az már egy teljesítménytúra, hogy odáig elmegy. Igen, úgyhogy tudom, hogy ez szörnyű, de nem volt kulturális tájékozódás. Sem körbevezetés, sem idegenvezetés, sem pihenés volt. Az viszont jó volt. Ezek a spanyolok értik ezt a vendéglátás, gyerekek. Igen, meg jó idő van náluk, meg kedvesek, meg aranyosak, úgyhogy igen, nagyon szép. Animátor program gyereknek, az fontos. Nem volt nagyon. Nem volt. Nem volt. Pedig azzal azért egy két órát az ember csak nyugodtabban tud ülni, amíg prospektust néz. Igen, amíg nézed alban a prospektusokat. Úgyhogy... Vagy Benni nem tartott animátor programot az ott jelenlévőknek, hogy mulat a magyar címmel? Az érkező animátoroknak. Volt egy vízi aerobikos, erről majd akarok mesélni, mert az viszont nagyon szép, hogy csináltunk róla egy 20 másodperces videót. Uh-huh. A csávó, aki semmihez nem ért, de mindenért ő felelt a szállodában. Ja. Ő egy nagyon érdekes képződmény volt. Tehát ő az, aki reggel narancslevet tud facsarni, ki tudja neked hozni, délelőtt a vízi balettet csinálja. Igen. Ugye? És ebédnél aztán már ő terít meg, tehát hogy mindenre alkalmas volt. Ő a mindenes volt. Ez csak a török riviérában. Nem, ez érdekes, ez valahogy itt is ezt így nem csinálják. Lehet, hogy ugyanaz volt? Most már lecseng a szélzón Törökországba, és akkor ilyenkor átmegy Spanyolországba. És utaznak körbe-körbe ezek, igen. Aztán ugye megérkezel Budapestre, itt azonnal fölpofoznak, idézőjelesen, tudod, rájössz, hogy fapadossal mentél, mert az megy oda. Vársz egy jó 3-4 órát a reptéren a csomagodra, mire megjön. Két taxis összeverekedik kint, tudod. De biztos miattatok, nem? Nem, úgy van, hogy ugye beállsz a taxi kérősorba, ami ugye beszólsz egy ilyen fülkébe, hogy te azt hiszem, talán főtaxi, hogy te azzal mennél. De a második sorba megállhatnak a hiénák, akik ott közben szedegetik ki a sorba álló embereket, hogy gyere tesó, én is ugyanaz a taxi vagyok, persze nyilván nem ugyanaz, a 6-szor drágában megy be. Csak az egyik taxis, aki főtaxis volt, beszólt a kinti ilyen nagy darabnak, aha, hogy nem kéne itt nagyon hiénázni. És akkor már láttam, hogy ment a vállalő. És is mondom, úristen, tudod. Amikor azonnal észreveszett, hogy welcome home, három a csomagok, nem tudom, a spanyolok valahogy leszállsz, mire beérsz, ott van a csomagod. Ezt így nem oldják meg itt valahogy Magyarországon. Fél kettőkor szálltunk le, tehát az mondjuk elég kemény volt. És négykor már megvoltak a csomagok. Igen, egy jó 35 perces az a várakozás után úgy földobtak néhányat a bőrönbe, vagy a futószalagra, aha, aztán megállt, aztán megint földobtak. Én nem tudom, hogy ez hogy működik. De a kinti becsekkolás is egyszerű, gondolom, mint itt, ugye? Tehát a Spanyolországban a fapadosra felszállni az tök egyszerű, itt nálunk nem annyira szokott ez sikerülni. Gyerekek, itt mi van kint Ferihegyen? Szóval, hogy az elképesztő. Általában úgy van, hogy együtt megy két-három fapados. Ugye a magyar nem biztos, hogy azért megy fapadossal, mert egyébként annyira szerető ott tud tolakodni, hanem mert nem is nagyon megy másoda. De mondjuk azzal nincs baj. Együtt megyünk egy Lisszabon, egy Madrid, meg egy Malaga. Figyelj, ott birkoznak az emberek. Verekedés van a reptéren. Ugye egy időben mennek, az azt jelenti, hogy mondjuk három vizergép csekkol be. A sor és a helyre nincs meg. Figyelj. Kukac sor van. Három sor van. Az összefolyásnál, mint egy vízesésnél, ott ugye kiállt előbb be, ott megy a lögdösődés, de nem tehetnek róla szegények. Egyszerűen nincs hely. Döbbenet. Mi utána megint szembesültünk ezzel. Ez annyira nyomasztó, akkor valaki ordibál. Hogy a izégép már felszállna, mondjuk a Lisszabon már előbb száll föl, igen. Aki hátul áll, azt elkezdik előre. Ki megy Lisszabonba? Akkor valaki eszébe jut, hogy ő oda megy, tulajdonképpen. Én vagyok a pilóta. Akkor jön ez a, igen, mi is a sorba állunk, de elnézést, hát priority Lisszabonban még, mi itt állunk egy óráig, akkor elindul a zúgolódás. Nem előzzék mindenki magyar, mi a priority? Anyád a priority. Anyád a priority, ők mennek Lisszabonba. Figyelj, írdatlan állapotok, de az tényleg az. Szóval, hogy és nem érted, míg megérkezel mondjuk Malagába a reptére, ott látod, hogy a 368-370-en csekkol mondjuk a Vizer Malaga Budapest,
helyed van, beállsz két sorba, nincs ez a kígyó sor, ugye nem kell semmi, beállsz egyenesen, és így körülbelül 3-4 órán belül becsekkolnak. Tehát az egész tényleg, ami itt van Pesten, ez két órával előtte mész ki, és konkrétan megvan az esélyed, hogyha fapaddal mész, lekésd a gépet. És tehát, kicsit ez nekünk is köszönhető, tehát hogy az utasok miatt is van egy picit, nem? Én szerintem nem, ők nem tehetnek erről. De hogyha azt mondod, hogy tehát, ha valaki kiabál, hogy a malagai gép indul, jöjjenek azok, akik oda mennek, és erre zúgolódni kezd az, akinek egyébként 20 perc múlva indul a gépe, az egy picit mi is. Na jó, de mondjuk Lisszabon elmegy 16:45-kor, Malaga elmegy 17 órakor, eléd megy a Lisszabon, te egyre hátrább kerülsz. Beálltál két órával előtte a sorba, és csak azt látod, hogy egyszerűen nem halad a sor. Kettő kislányot nézegeti a beszállókártyákat ugye a kukacnak a végén. Szóval, hogy ez így elképesztő. Elképesztő állapot. És akkor tudod, lesétálsz, és akkor még sétálsz a lent a pályán. Azt értem, hogy van az, hogy más helyen folyosóról száll be az ember. Az hogy van? Hogy ugye ott folyosóról beszállsz, és beszállsz a gépbe. Magyarországon leterelnek ebbe a lépcsőrendszerbe, állsz a kifutón még egy 3-4 órát. Kimész a sátorba, ez egy ilyen fém sátor, nem hinnéd el egyébként, és ott állsz még egy jó fél órát. Ez hogy van? Kint meg beszállsz folyosóról ugyanazzal a járattal, hogy ott kifizetik, de itt nem? Hát nem hiszem, szerintem ott sok a csáp, tehát hogy ott több ilyen állóhely van, nálunk meg kevesebb. Na de azt látod, hogy kimész, és 600 csáp áll üresen, és három fapad áll lent a kifutón a végén. És akkor állsz még egy ilyen sátorban, még egy bő fél órát, 3-4 órát, amíg be nem engednek. De meglehetősen balkán azért ez. Az van egyébként, hogy a turista, vagy ezzel a fapados jegyeddel plusz szolgáltatást is veszel, mert egyébként, aki csápról száll be, annak soha életben nem érné a lába a felszálló pályát. Az lehet. Tehát te viszont végigmentél rajta. Az lehet, igen, meg a gyereknek nagyon nagy élmény, hogy állhat. Egyébként igen. Úgyhogy, hát tulajdonképpen ez volt igazából. Na, ez csak ráadásul az Alhambra is, 50 kilométerre volt. Most mondd meg, kérdezi valaki, hogy Kadizba voltatok, nagyon szépen láttam, nem. Nagyon. Gyönyörű, megnéztük, mondom. Mindenképpen, azon a délelőtt kikötőváros, mindenképpen nézzétek, jól lehet. Gyönyörű, nem, ott sem. Figyeljetek, én vállalom, lehet ezért utáni. Nincs jobb egy hétig dögleni, olvasni. Az összes könyvet elolvastam, amit én akartam. Én még nem csináltam, de biztos. Egyébként biztos. Komolyan mondom, egy csomó zenét letöltöttem a kedvenc applikációmnak köszönhetően. Most van egy olyan 40 album a telefonomon. Tanítottam a gyereket úszni a tengerbe. Én mondtam, hogy szép erőd, szép. Nagyon. Szép ott már a legjobb. Küldjetek fotót, ha volt ez a... még. Itt van a spanyol műveire, gondoskodik róla. Itt lesz ez még 105. Te ott mondani. Szerintem, mint a mérgezett egér, egy hétig nem aludtál volna, annyi látni való van egyébként. Ebben én biztos vagyok. Tehát, hogy te nem, hogy nem mentél volna víz meg tengerre, 5 percet nem feküdtél volna a tengerparton, mert ott tényleg minden tele van látni való. Tőlem bezsállták volna minibárt. Minibár az mondjuk engem is érdekel. De mondjuk a tengerbe sem mentél volna semmi, egy óra fürdőzés. De a gyerek miért biztos? Tehát, hogy nyilván... Heti egy óra belefért volna? Egyszer vagy kétszer, amíg érted, elkészülök a szobába, addig leszaladhattam. Nálatok az egy teljesítménytúra lett volna. Tehát ti ott szerintem, mint a mérgezett egerek rohangáltatok volna. Ki írja a mai útvonalat, tehát merre megyünk, addig virág van 10 percet fürdeni. Igen. Torre Molino azt kérdezi valaki, gyerekek, fantasztikus. Na, gyönyörű Molinok? Gyönyörű hely, Torre Molino. Nagyon szép. Nem voltunk. Malagán van egy nagyon-nagyon szép, Malaga mellett Nyugat-Európa legnagyobb buddhista stúpája. Hogy az milyen szép lehet. Hogy az milyen arról szép milyen lehet, gyerekek. Hogy arról milyen képeket láttam. Nem, azt egyébként egy kicsit lassítottunk, megkértem a taxist, hogy amikor mentünk erre, akkor lassítson, mert fölöttem megy az autópálya, és le tudsz nézni. Ez a legnagyobb stúpa egyébként, buddhista stúpa Malaga mellett. Slow down, please. Mindegy. This is... Na jó, menjünk. This is the biggest... Na jó, menjünk. És közben... Szóval az egy nagyon szép stúpa, az ott van Malaga, mert egyébként tényleg szép. Hál' Isten rálátni az autópályáról. És egyen alacsonyabb volt a korlát. Hál' Isten, Olejék azt úgy intézték, hogy azt ott meg lehet úgy nézni, meg rá is lehet látni. Egészen jó helyre építették, ráadásul busszal mentünk ki a szállodából, úgy egy kicsi lassítással azt meg tudtuk nézni. Úgyhogy volt azért ebben kulturális. Meg hát más nyelvet beszélni, például az már maga a kultúra. Képzeld el, hogy spanyolul beszélni. Tök izgalmas. Hát gyerekek, hát most lesz a fantasztikus ország. Nézd meg, és már az már maga kultúra. Na, és akkor mi ez az Alhambra? Jó egyébként, jó? Hát mindegy, nem igazán nincs különösebb jelentősége, egy ideig még ott a mórokot garázlálkodtak, aztán jó, kizavarták őket onnan, de hagytak maguk után egy-két ilyen térdigélő romot, na az Alhambra nem ez a kanadag. De az a világ egyik legszebbét. Három hete, ahogy jött be az M0-áson a Balázs, akkor egy Seat Alhambra állt előtte, úgy megnézte. Hát már hova? Érte. Az pont elég volt.
Gyerekek, ember legyen a talpán. Én ezt bevállalom, gyerekek. Komolyan mondom. Ostorozzatok, bántsatok. A kulturális elsivatagosodás egyfajta égköve voltam ott kint, és minden egyes koktélnál, amit a pincér a kezembe nyomott, elmormoltam egy nagyon szép spanyol köszönömöt, és hátradőltem, és tovább pihentem. Nem, én azért vagyok neked hálás, mert Közben szörnyű lelkiismert furdásom se volt. Ha egyszer esetleg kijutok oda, és akkor meg fogom tudni majd nézni, akkor örülni fog neki, mert nem volt, addig se kopott. Ha esetleg nagy Isten kimész. Igen. És megnéz az Alhambrát. Küldjem egy pár képet, hogy nézzem már meg. Mert hogy a Google-on nagyon szép volt, képek vannak. Hogy ez volt az. Olyan. Hát ha van egy két olyan kép, ami mit tudom, én nem tudom. Hát úgy mégiscsak ott közelebb vagy, meg látsz, ami fáradt ágyút, meg két romonot lenézel, és akkor befotózódott a tenger. Hát valamit küldjél már meg. Legyen már olyan, ami nekem is ez egy kicsit az, jó. Ja, ezt mi is láttuk messziről. Meg jusson már eszedbe, most képzeld el, hazajön, és ott lett volna Gibraltáron. Elmeséli. Most fájdítsam a szívedet? Érted? Soha többet. Jöjjek vissza szuntosan a hallgatókat. Hát, köszi. Tényleg fájdítsam a szívedet, hogy brit gyarmat, hogy bobikot állnak, hogy útlevelet kát, hogy támadnak a majmok, fölmész egy ilyen mit tudom. Nagyon fáj, hogy az ott van, mert hogy az brit és nem spanyol. Gyűlölik, hogy ott igen útlevéllel tudnak csak átmenni, vagy személyigazolvány, hogy fölmész, ott van egy ilyen siklószerű, fölvisz a tetejére. Mondom, mindent elolvastam. Nem tudsz olyat kérdezni Gibraltáról. Volt wifi a szállodában, minden tudok Gibraltáról. Egy gyönyörű ilyen sikló megy fölfelé, egyébként ilyen felvonó, aminek a tetejére fölmész, és ott vannak a támadó majmok, amik egyébként tényleg elveszik a napszemegedet, egy csomó mindent, elég agresszívak, botta a kezedbe. Traplövészetben is ott vagy például, nem? Mindenben. Nem tudsz olyat kérdezni Gibraltáról, amit egyébként ne tudnék. Jaj, majdnem elfelejtettem. Na, ajándékot hoztál nekem? Én nem, azt mondja, hogy a Huntrade Kft-nek köszönöm meg. Tessék, parancsolj. Sok szeretet van. Így van, hogy jól induljon. Illetve elfolytatódjon a heted. Prémium minőségű zabtermékek? Kizárólagos magyar forgalmazójától? Igen, nem felejtettek meg rólad. Tudták, hogy nyilván a borzalmas spanyol koszt után majd, ha visszajössz, akkor szükséged lesz egy kis. Most köszönjük, hogy ezt nem az elmúlt három napban küldtétek, mert mit is csináltunk. Elég jól időzítettek egyébként hozzá. Teszem, hallgatják a műsort, örülünk neki. Gyerekek, nagyon jó. Árpaliszt, zabliszt, kukoricész. Annyira hiányzott nekem az zab, már mondtam tegnap a Vikinek, hogy bejövök, és nem találtam. Nem eszik a spanyolok, úgyhogy ma bekeverek egy jó kis kókusztejes kis zabos reggelit. Egy hete ez elmaradt. Úgyhogy ennyi. Egy hete is gondoltunk rá. Sonkák, sajtok, mi? Annyiban gondoltunk rá, hogy tegnap hívtuk volna Árpa Attila. De aztán végül nem jött össze. De végül is az nem. Jó van. Mi hogy sikerült a fekete-fehér, hogy állunk? Micsoda? Hát 2-1-re vezetünk. 2-1. Tényleg? Hát figyelj, nem egész jók vagy el. Na. Nem engedtük el a dolgot, úgyhogy neked van még két alkalmad ma is, holnap. Ja, tudom, most én vagyok a... Igen, de csak egyet kell nyerned. Azért ez jó hír, nem? Kettőt már hoztunk, ha még egyet hozzáteszel, akkor nyertük a hetet. De tényleg. Az jó. Hát nem akárhogy vártunk. De hogy kellett egyébként, mert a múlt hét az ugye hát nem volt túl jó. Nem? Hétfőked volt? Az volt a múlt hét? Igen. A hétfőked. Én úgy emlékszem, hogy ezt megnyertük. Nem? Azt is megnyertük? Igen. Ja, tényleg az volt a Debrecen. Igen, előtte való héten volt talán egy kis botlásunk. Egy 3-2-re elbuktuk a hetet. Igen, indisponáltak voltak. Ugye hírek előtt mindig lenyomtunk egy death metal számot, és akkor ettől összezavarodtak, és bárki játszott velük, azt már Rómá vett. Mi volt tényleg? Mi volt? Könnyed? Persze volt. De csak kétszer egy nap. Mert hát természetesen 8 óra után itt sem. Hát a tiszteletedben 8 óra. Hát a 8 óra után itt te akartad mindig, hát érted. Gyerekek, én ülök majd ott jövő hét szerdán az értekezleten, amikor ezt számon kérik, hogy mégis meg tudom-e magyarázni majd azokat a zenéket, amik így az elmúlt héten, mert ugye jövő héten lesz az értekezett szerdán, az elmúlt héten hétfőkedden, szerdán ezek így felcsendültek. 8 után mi volt? Nagyon elkapcsolási faktor? Nem, 8 után puharok volt. Puharok? Puharok. Hát, ott mindig szoftos volt. Igen. Akkor tudtuk, hogy már mindenki ébren van. Az jó. És 3-4 hét előtt az... Akkor is. Akkor meg sokan aludtak is, ebből indultunk. Az kicsit zordabb? Az kicsit... Nem volt semmi, extra nem volt. Nem. Azért visszanézem a track listát majd. Panther, a Sepultura, Obituary. Vér folyt, igen. Na jól van. Oké. Akkor lehet jelentkezni játékra. Jó, az SMS számunk természetesen nyilván változatlan. 2-1-re vezetünk, ez mindenféleképpen jó hír. Ha valaki érez még magában erőt, hogy esetleg ezt megpróbálja megfordítani, akkor lehet jelentkezni játékra. Mi pedig jövünk a hírek után. Hát gyerekek, ez még mindig ugyanolyan finom. Az ab? Igaz? Mindig ugyanolyan finom.
Nem, már legalább nem utas meg. Hiányzott a látvány. Gyerekek, egy jó zapkásra, hát ez nem így durul. Korán jobb nincs is. Muszáj, hát muszáj, érted, megcsináltam a kis zabomat, ha már kaptam acsiba, egy kis mézzel, kis forró vízzel, kis tejjel, a kókusztejemet valaki lenyúltam, minden. Nem, megromlott és kiöntöttük. Kösz, hogy igen. Na egyébként valamelyik reggel az úgy, Anna egy kis laktózmentes gyereket. Azt tett a kávénkba, hát az artittál még. Kókusztej? Hát, szokni kell. Szokni. Igen. Főleg, hogy már hogy a nagy része víz, tehát annak 10% a kókusz, meg kis aroma, meg ez az, hát azért az alapjában vízből készül, ugye? Nagyon rossz. Szokós, igen. Mm-hmm. Tehát ez azért, hogy finoman szokni kell. Na, ez a Jacko szám, ez olyan, mint a suliba mennék újra, írja nekünk egy hallgató. Aha, hát még nekünk. Hát nekünk ez mikor is Jacko szám? Nekünk az eredeti jelenti ezt, a feldolgozás, ez a baj. Igen. Nekünk az eredeti jelenti, igen, valójában. Ez mikor ez a Jacko szám? Ez egy 80 akárhány, 90, 80 akárhány. Szerintem 80, nem? Thriller album. Thriller az 86-7, valahogy így. Na jó, oké, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, Balázs Feri Jani. Ó, Levente, csáó, szia! Szia, Balázs! Hello! Honnan hívsz minket? Valenciából telefonálok. A napfényes Spanyolországból. A napfényes Spanyolország. Gyönyörű hely, ott se voltunk. Mondjuk az egy kicsit messzebb van. Azért egy kicsit messzebb van, mint a te. Az egy nagyobb túra lett mint volna. Mint ahova ő nem ment el. Igen. Te voltál egyébként ezeken a helyeken, amiről beszéltünk? Megnézted ezt a Gibraltárt, meg valami? Nem, olyan nagyon nem jártunk. Egész Murciáig voltunk lent Cartagena, de egész oda le nem mentünk már. Te mit csinálsz ott egyébként Valenciában? Feleségemmel élünk itt már 3 éve. Én szakács vagyok egy étteremben. Miért sohajtozol ennyire? Korán van a feleséged miatt? A Spanyolország miatt? Nem, vagy nem, elég korán van még. Korán van. Nehéz elviselni ezt a nagy meleget. Hát na, jó, ne provokáld a hallgatót. De jó, végre valaki, aki velem van. Egyébként cudar idő van ott, tényleg. Brutál meleg van. Igen. Most például tegnap előtt valami nagyon nagy rekord, mert délbe itt 37 fok volt, azt hiszem, a városban. Az amúgy kemény. Nem szokott olyan nagy meleg lenni, de az nagyon meleg. Bárcsak nekünk lett volna nyáron egy hétig összefuggó, fő 37 fokunk, nem? Nem hiszed el, hogy mi volt itthon ezen a nyáron. Hát hallgatlak benneteket, és mindig hallgattam, hogy panaszkodtatok, hogy hideg van, hűvös van. De jó. Mert most viszont igen. Már megjött az ősz, tehát most már nem lehet panaszkodni, mert ugye ősszel már ez a feladat, hogy ilyen idő legyen. Igen. Én akkor már elfogadom, reggel. Igen, megnéztem Budapest 6 fok reggel, mikor fölkedtem. Mondom, ez egy picit combosan indul a reggel. Levente, kivel szeretnél játszani? Hát azt mondom, hogy most evidens, hogy csak le lehet Balázs. Hát, picit zokon mennék a srácok, ha most nem én játszanék, igen. Persze. Valamit behoznom. Van. Ne, hát az tudás, hogy kívül egy nagyon sokat túráztunk, jöttünk, mentünk, be, nem is. Igen. De hát mivel nem túráztatunk, nem jártál, gondolom készültél a fekete-fehér játékra. Hogyne, egész nap kihívtam, hogy bárkit, aki szembe jött ott velünk, azonnal mondtam, hogy álljon meg egy játékra. Az a sok ingázás a lifttel. Hú, tudod, hogy kimerített? Le a partra, vissza a partról. Nehéz. Na jó van, megnézzük, jó? Mehetünk, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Kérdezhetek? Kérdezzél, szeretnél? Szeretnék kérdezni. Persze, hát akkor kérdezzél. Ha akarsz. Ki használtad a kiváló spanyol tudásodat itt Spanyolországban, mivel hallottuk, hogy nagyon jól beszélsz. Dos pizzos, por favoros? Erre gondolsz? Persze. keveset tudtam használni. Egy ideig humorizáltam ezzel, de kevésbé értették, úgyhogy egy idő után leálltam erről. És a spanyol kajákat kipróbáltad? Melyiket? Amik arra jellemzőek, arra a része. Hát figyelj, van ez a paella. Ez paella. Paella, igen. Ja, igen. Szép. Igen, szép volt. Azt kipróbáltam, egyébként nem szerettem azt a kaját, de viszont megvan az ajándék. Nagyon nagy vagy. Így van. Megkóstoltam, én nem vagyok oda annyira ezért egyébként. Ugyanaz, mint a risotto, neked tudjuk. Ne kezd el. Rizs-rizsel, dögunalmas, úgyhogy azt annyira nem. Levi, ügyes vagy, nyertél egy ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. És ezzel, mint egy már egy ideje. Rontva. Igen.
Igen. Javítok a statisztikánkat. Nincs annál jobb, mint amikor a srácok dolgoznak valamin hosszú napokon keresztül, majd jövök, és egy hatalmas igennel ezt annyira keresztbe húzom, hogy az valami rettenet. Erre számítottam én is. Így akkor most kettő-kettő? Így megnehezítetted a dolgodat. Tudtam, hogy tegnap is nyernünk kellett volna. Be kellett volna hozni 3-0-ra, és akkor már nem lenne kérdés, érted? Itt hagytatok kiskaput nekem, és hát az elmúlt hetekből ez érezhető. Levi, hova küldjük neked ezt az ajándékcsomagot, mert külföldre nincs pénzünk? Nem, hát az otthoni. megadok egy otthoni címet, ha hazudhatnék, hogy messze vagy, meg minden, de miért hazudjak? Nem kívül, nem kívül. Drága. A gyártás ezt megvan, ne szólam. Figyelj, eldobja a haj, leteszi a haját a gyártás, meglátja, hogy Spanyolország 2500 forint legalább, nem tudom, egy csomagküldő szolgált. Hát nem. Nem, olyan nagy gondban nem akarlak tenni én sem titeket, úgyhogy megoldjuk másképp. Van valami itthoni cím, vagy minden szálat elvágtatok, és forró lett a talaj, és úgy menekültetek, hogy... Van minden, még, van még. Minden hidat felégettetek, van még. Jó, akkor ezt Annának add meg, légy, és akkor küldjük, jó? Jó, ha már ilyen rugalmas, mondjuk be is jöhetnél. Tényleg jöttök vissza? Gondoltam rá. Hát nem tudom. Nem tervezitek. Aha. Mi? Nem. Hát nem vajon mi? Aha, nem közérthető. És a párod mit csinál kint egyébként? A párom egy családnál van, ilyen bejáró. A család tudna, ha? Néha tud, nem mindig. Igen, vagy csak bejár egy családhoz. Az útlevelé. Igen. És nem akarják elvetik, kiengedni. Elvetik az útlevelét, nem engedik ki most. Aha, tehát ilyen, hogy minden eset családnál tulajdonképpen. Igen, aha, igen. Gyerek, takarítás, vásárlás. Aha. Így van. Te pedig szakácskodsz. Én szakács vagyok. Jobban éltek jóval, mint itthon egyébként? Jobban. Igen. Aha. Uh-huh. Nincs fűtésszámla, nem kell téli kabát, már az önmagában biztos, sokat jelent. Az biztos. Meg hát azért mondják, hogy ott is elég nagy válság van, meg ugye sokan a munkanélküli. Persze, sokat beszéltem azokkal, akik már régen itt vannak, mert hát ugye mi most jöttünk nem olyan régen, 3 éve, akkor már itt is megkettő, de akik itt voltak már régebben, egy olyan 10 éve, azok mondják, hogy akkor nagyon jól lehet itt élni. És ez csak egy nagy levegő. De azért most se rossz. Albérlet, lakás felad, albérlés kint és indulás? Igen. Az szép. De hogy nem hiányzik a 27%-os áfa? Hát gondolkodok sokat, de... Gyerek van? Nincs. Na úgy persze könnyű. Aha, na úgy ugye, könnyű, de hát úgy azért más, ugrálhat az ember, persze. Hát úgy azért egész már. Jó van, Levi, kitartás nektek ott kint, akkor valamilyen rokonság Bélinek. Küldjük az ajándékcsomagot. Köszi a játékot. Nincs. Ciao, hello. Szép napos. Losz napos, vigyázz magadhoz, nehogy megégossz, forró napos. Jaj, gyerekek, de jó visszajönni. De ez a múlt hiány. Mert itt legalább értik. legalább van 3 ember, aki ezt érti, persze. Úgyhogy, na jó van. Egy percen pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk már újra hárman kiegészülve, visszatérve a Szabiról. És most már hát belevágunk az őszbe, hogy látom, már mint ez a 6 fok reggel, ez most már az embert visszahúzza. Igazából. És hát jövő héttől szeptember, gyerekek, kezdődik az iskola, kiosztják a tankönyveket, ahogy hallom, van egy kis gond, de hogy... Majd megoldják. Majd előbb-utóbb megoldják, azt is. Elindult az elnap, aztán már meg is állt, hogy menthetetlenül szeptember van, nem? Bezonyám. Konstatáltam, hogy megint hamarabb sötét van, hűvösek reggelek, héten jött, még sötétbe indultam. Évnyitóra mentek. Miért nem hétfőn? Miért csinálják ezt? Tehát az utolsó péntekedet miért teszik tönkre? Csak kérdezem. Én elmondom neked, hogy miért péntek, mert hogy hétfőn már nem vegyél időt a tanulásból. De megy hétfőn, reggel 8-tól megcsinálják, 9-ig és 9-től elkezdenek. Terápiás elege, pénteken megnyitják az évet, hétvégén hozzászoksz. Hétvégén 8 óra, vagy lehet, hétfőn 8 óra. Mindenki vegy előre egy papírt? Dolgozat! Dolgozat, így van. Tehát még nem vetünk semmit. Nem baj. Évismétlés a tavalyi anyag. Ennyi. Szóval szerintem azért, hogy már hétfő máj, ne kell mindenféle igazgatói beszéddel, meg mindenféle dögunalmas dolgokkal megnyitni az évet. Pénteken megnyitják, hétvégén szokj hozzá kis havert. Most ezt miért mondod, az igazgatói beszédek mindig izgalmasak és érdekfeszítőek. Én nagyon szeretem őket. Azt, hogy utáltam mindig, hogy annak semmi értelme nem volt, hogy még kellett fél órán keresztül megnyitni azt a rohadmányos évet. Hát nincs elég paja a gyereknek, nem? Vége a Szabinak, búcsúzik a kis barátaitól újra bekerülni az iskolapadba, hogy ott még ott arankolt 40 percet, ott megnyitja az évet és átadja az új tornatermet, amit kifestettek. Persze, tök jó, de hogy ez 12 évesen nem annyira érdekel, hogy kifestették a tornatermet, meg minek is. Van olyan szabály, hogy az 5. elájult gyereknél meg kell állni az igazgatói beszéddel? Az inkább az évzáron vannak. Az évzáron, igaz, akkor van már melegebb. Oda szólnak a tornatanának. Lajos,
és kihúzzák a sorba, és hátra viszik. Nálunk folyamatosan vágódtak el évnyitón, tehát az, az, vagy évzáron az állam. Jó, az a kamu ájolások voltak. Jó, igen. Zolika, te jössz, gyere! Három kettő. Ott mindig meg volt kontrollálni, ki hogy álljon el, ki volt azt a láb rendesen. Hungária körút elesett a Kőbányai úton a Népstadion felé, jött az SMS-ben, trafi van az M6-oson, a 49-es és az 50-es kilométer kő között a felüljárónál, a Pest felé haladókat mérik, Saci, és Laci küldte nekünk, nem változik itt semmi. Jánoshalma központjában csatornázás miatt lassú a haladás. Ez is most jött ebben a pillanatban. És van még egy friss, ezt nem tudom, hogy mondtam el. M6-os 50-es felüljáró, mondtam? Sugárkezelést adnak a yardok. Budapest felé. Ez az 50-es felüljárónál van. Ráadásul az M6-osról ott ritkán fotóznak. Hát nincs nagyon mit. Egyébként igen. Fel a feje, Balázs, legközelebb levered őket, a Szabi után még vissza kell zökkenni. Hát ez igaz lenne, ha az elmúlt három hónapban nem vesztettem volna el szinte mindegyik játékot. Talán egy visszatérésem volt. Igen, keresgéled a formádat. Hónapok óta, igen. Bari, amíg távol voltál, a TV2 elkezdte felépíteni a Berkit. Előbb-utóbb még műsort is kap, mint Charlie a majom. Csak szólok, már kapott. A Berk és a majom közötti hasonlóságról szól ez az SMS? Vagy miről? Hát, hogy a majom elvert, gondolom annak idején, Charlie. Ja, és hogy akkor a Berki. Lesz az új igen. Nem műsort kapott a Berki? Kérlek szépen, azt hiszem FM3-on a Csipánanettel együtt fognak egy nagyszerű talkshow-t. Érte, ne felejtsük el azért, hogy vannak olyan csimpázok, akik festenek is, és dobokockával is tudnak játszani, meg hasonlók, tehát hogy azért... Igen, komoly húzónevek, Csipán. Csipánanett. Csipánanett és Berki a FM3-on délelőtt. Azt nem tudom, ennyire nem folytam bele, csak olvastam a hírt, hogy lesz műsoruk. Azért jó, ettől még nem rándult görcsbe a gyomrom. Igen. Ettől még nem kezdtem izgulni. Az, hogy délelőtt, azt szerintem jelzi is, hogy a csatorna se annyira bátor. Igen. Figyelj, kísérleti jelleggel délelőtt megnézik, aztán a háromnál többen megnézik. Akkor már mehet is a főcsatorna. És az három nem a gyártásvezető, az a két operatőr, meg a segédrendező, akkor már mehet főcsatornára. Nézzétek, mert a Kassa is így kezdte, a Kassa Show ugye a Super TV 2-n, és most meg főműsoridős játékot vezet. Igen, a különbség szerintem a tehetség. Talán ez a szó. A Berki és a Kassa között. Kinek a javára? Hát nem a Berkinek. Az mindegy, hogy kinek a javára. Feri, a pont nálunk hétfő reggel 8-kor lesz az évnyitó, ezt Enci küldte nekünk. Nálunk hétfő van. Nálunk vasárnap van, írja valaki, gyerekek, az könyörtelen. Na, az már perverzió. Na, az könyörtelen. Na, ott az iskolai igazgató valószínűleg a szombaton este jöhet haza nyaralásból, hogy valami ilyesmi lehet, nem? Vasárnap. Igen. Az könyörtelen, gyerekek. Az gyakorlatilag olyan, mintha 8 napot mennének azon a héten iskolába. Én nem emlékszem, hogy ez nálunk hogy volt. Azt tudom, hogy mindig nagyon izgatott menni. Voltam, hogy évnyitó, meg újra találkozol a kis haverjaiddal, meg lehet bandázni, meg kezdődik az iskola. Én szerettem a gimnáziumot, leginkább az egyetemet már kevésbé, a gimnáziumot nagyon. Úgyhogy ott az ember mindig izgatott. Hát többet kellett volna bejárni az egyetemre, megszerette volna azt. Ez is, ugye? Igaz, hogy ez is igaz, hogy összefügg az egyetemen, szerintem kevesebbet voltam be. Igen. Ott távoktatásban szóval voltam. Szóval kapcsolat alakult ki köztem és azok között, akik szintén nem járt. Igen, ott nagyon szoros kapcsolódunk, illetve vizsga előtt mindig mondom, van jegyzet, a fénymásodnál lesz Balinak, jó? Gyorsan valamit küldjél már, mert rohadt nagy baj lesz itt. De ne legyen olyan csíkos, mint a múltkor megkiszúrtál. Igen, polgárjogból nagyon, nagyon csúnya baj lesz, úgyhogy valamit fénymásolja már nekem. De nem, tényleg ezek a klasszik évnyitók, azért ezek jók, nem? Voltam. Jó a gyereknek, nehéz a szülőnek. Az évkezdés egy szülőnek, hát ahol két gyerek van, én nem is tudom, hogy az, hogy tudják így megfinanszírozni, de komolyan egyébként. Szóval dupla könyv, dupla toltartó, dupla hátizsák, dupla tornadressz. Ez valami döbbenet. Számomra nem változott semmi, tornasorban mindig ugyanott álltam. Jó, hát, mert te azt az atlétát vitted végig. Hát, igen. Neked megvették elsőbb az atlétát, és nyolcadik. Egyetlen változás a ruházatomban az lett, amikor úttörő lettem, és lecseréltem a kék nyakkendőt pirosra. De tényleg, én nagyon szerettem az évnyitókat, mert akkor egy csomó haver volt, meg osztálytársnő, akivel nem találkoztam nagyon hosszú időn keresztül, és ugye azért itt két hónap alatt egy gyerek hihetetlenül sokat tud változni. Csak a saját lányomon látom, hogy milyen jót tett neki ez a nyár. Csak akkor még más szemmel nézted őket. Ad most kicsit védőszemmel, akkor még így támadóval. Van, így van. És igen. Azért jó volt látni őket újra. Tegnap csináltunk felmérést, mint a pénzügyre, csak visszatérve, mert kijött egy olyan adat, hogy 41 ezer forintba kerül egy első osztályos elindítása, és hát 20-tól indultak a licitek, volt 123 ezer forintos is. 123. Első osztály. 123 ezer forintnál tart apuka. Mondjuk hát mondta, hogy ebben az is benne van, hogy anyu azért csak egy új ruhát magának is vett az évnyitóra, de azt mondja, hogy ez akkor is ez beleszámít a 123. De összeszámolta, hogy mennyi az iskola kezdés, és azt mondta, hogy 123 ezer. 123 ezer első osztály, általános iskola első osztály. De az sok.
Hát az sok. Tehát hát, mit vett ott? Lehet, hogy olyan hátizsákot vett a gyerek, megvette a legdurvább cipőt, tehát 123, az csúnya lenne a két gyereket, mondjuk te 240-ből tudnál elindítani az iskolába. Hát attól függ, miből, milyen cuccokat vett, nem? Nyilván van a másik oldalon, elmondta, hogy 20 ezerből megúszta, annyiból azért is meg lehet. Tehát lehet, hogy a pumpálós ribák cipő azért még elsőben nem biztos, hogy... Úgy írja, hogy 63, tudod, $300 azonnal. Tehát lehet, hogy az picit soknak érzem. Soknak érzem. Tankönyvek is, ugye hát az fizetős, a tankönyv, ez hogy van? Hát csinálsz még egy gyereket, akkor már nem. Hát persze. Tehát háromtól ingyenes. Na úgy igen, de egyébként persze, hogy nem. Ugye, hogy azért az. De úgy van egyébként, mert van most egy ismerősöm, aki pont ebben benne van, ketten már járnak iskolába, és most bent van a harmadik, bevarták, de még ugye nem született meg a gyerek. És mondta, hogy ő visz orvosi papírt, hogy megvan a harmadik, hogy akkor ingyenes-e a tankönyv, mondták, hogy nem, csak ha már megszületett. Hát onnantól van, onnantól él. Most felmentem egy ilyen árkalkulátor oldalra, és azt nézem, hogy iskolatáska például 6590 forinttól egészen 43600 forinttól. De abban már GPS van. Abban a GPS van. Az hazaviszi a gyereket. Az bevisz az iskolába, meg hazahozza a gyereket. 43000 egy iskolatáska. 43 is. Meg lehet úszni azért azt olcsóban. 43, és abban azért van elég sok minden, mert hogy hátizsák, tolltartó, ceruzatartó, tornazsák, sőt még egy pénztárca is van benne. De azért 43000 forint. Jó, vegyünk egy középértéket, mondjuk 15-20000 forint egy jó minőségű. Aha. Iskolatáska, ami nem fog szétszakadni majd a válpántoknál, mert azért kap majd terhelést az évben, és akkor talán még a jövő évben is tudja hordani a gyerek. Mit veszel meg neki? Tornaruhát veszel meg neki? Nem tornadressz, cipő, atléta, kisgatya, könyvek, becsomagolás, írószerszámok. Igen. A szerencséd van olyan iskolában, hogy a gyerek, ahol nem szabják meg például azt, hogy milyen színű legyen a tornadrág, bármilyen cipőt vihetsz be, stb. Bármilyen pólót. Ha szerencséd van. Uh-huh. Ha nem, és rendes fegyelem van! Akkor mindenkinek egyforma. De miért? A tornadresszt is megszabják? Én ezekre már nem emlékszem, igen. Gyerekek. Majd a Beninél ezt újra megtanuljuk, de hogy milyen póló, hogy trikó, vagy póló, hogy milyen színű a kisnadrág. Egyébként azt szerintem nem biztos, hogy baj, hogy nem úgy néz ki az egész osztály, mint ilyen csűrhe. Nem? Igen. Tehát, ha nem drága dolgok ezek, az mondjuk szerintem nem baj, hogy azt megmondják, hogy a kislányoknak matróz blúz, mondjuk az tornadrág. Ez egy picit elnézést, egy picit, az nem biztos, hogy akkor tetszett mondani. Elnézéstelenül én ma sorhajó hadnagynak öltöztem, nem baj. Persze, maradj csak nyugodtan. Állj be oda, kapitány mellé. Ti most kezditek az évet, nem? Márhogy a kislány. Hétfő reggel 8 óra tanévnyitó, a kislány, a kis Karina. Igen, most kezdik. 8-kor tanévnyitó van, bizony. Reggel hétfőn? Bizony, reggel hétfőn 8-ra, hát nem is tudok jönni sajnos. Azt írta az e-mailben, igen. 8 órakor tanévnyitó. Meg volt a lényeg, Anna. Ennyi. Na, most már kime. Bebotott a lényeget, De így van, nálunk is megvan szabapira a torna, hogy sötét nadrág, fehér rövidújú póló, fehér zokni, és akármilyen tornacipő lehet. Tehát, amit gondol a szülő. Még a fehér zokni, de abban te otthon éreznéd magad, Jani. Annyi a fehér zokni valóta, mint az állat. Az egész osztályra el tudom látni vele. Nektek, amit nem kell megvenni a virágnak, az a fehér zokni. Jó. Mert abban megvagytok. Műszáros, de csak 3-4 óra kibírjátok benne. Sport felirattal, Nikos felirattal és Adidas felirattal. Tele vagy fehér zokni. Adibasz, igen. De ez jó, hogy a tornórán szerintem nem baj, hogy megmondják. Akkor ünneplő ruha kell nyilván a tanévnyitóra, tehát sötét szoknya vagy sötét nadrág fiúknak, fehér fölső, tehát elegánsan szépen, ahogy azt igen? Mindig. Igen, még megy ez a komcsi dolog, ez még megy? Megy, persze, még nyomatják, igen, de nem veszem a rágos nyári ruhát. Még nyomatják ezt a komcsi dolog? Még nyomatják mindig, képzeld, és még a himnusz is fog szólni, szerintem ott vannak ezek a tradicionális dolgok, igen. És hát adtak egy A4-es papír a két oldalán, rajta a lista, hogy mit kell beszereznünk. És tegnap meséltem a fiúknak, hogy nekem 41000 forint lett a vége. Plusz az ebéd befizetés hozzá, az azt hiszem, hogy ilyen majdnem 9000 volt, tehát 50-nel zártuk a tanévkezdést. De én ügyes voltam, mondom, hogy figyeltem az akciókat. Mert amikor elfordult a pénzügyes, akkor visszanyúltál 1000-re. De tényleg drága egyébként. Tehát, hogy nézd, tolltartó, színes ceruzák, zsírkréták, temperák, vízfesték, különféle számozott ecsetek, amiket kérnek, fotokarton, fénymásoló papír, tisztasági csomag, tornaórára. Fénymásoló papír. Igen. Az szegény az ekkorsia. Kihúzásos alapon valaki fénymásolót vesz az iskolának, valaki meg papírt nem, vesz nem, be. Nem, az kell a titkárságra. Utoljára gyümölcsap azért óvodában van, hogy majd akkor mindenki beviszi a közös ebédet, vagy? Hát hosszú a tanév, fénymásoló papír, igen. Is kell.
És megkevernetek a fénymásoló papírt. Fénymásoló papírt minden gyereknek egy csomag, ráírják a nevét, ha. És akkor az begyűjti a suli. Akkor mit kell még venni? Az picit szomorú, nem? Az, hogy ablaktörlőt is hozzatok. Igen, nem, és technika órára. És 1000 forintos gázszámla hozzájárulás minden szülőt. Hát 27-es mountain bike-ba belsőt kérnék szépen, kellene még majd egy fűszegélyvágó is. Hát, de hogyha nekik ez jó, akkor érted, én azt mondom, hogy inkább megveszi a szülő, és akkor ott van és segítség, és nem az van, hogy nincs, hanem van mihez nyúlni, mert szerintem egyszerűbb, hogy fejenként 800 forintot vagy 600 forintot kifizetünk a fénymásolópapírra. Nem az, nyilván csak olyan fura, hogy vigyél az iskolának fénymásolópapírt, tudod, egy csomagot. Itt tartunk, igen, sok minden. De mondjuk mit tudom én, körzőt nem kell minden évben venni a gyereknek, ha csak nem dobálnak vele célba évközben. De így van, táskát se kell minden évben venni, tolltartót se kell, hogyha vigyáz rá. Így van. Tehát, hogy azért, de azért megmondom őszintén, hogy sok volt. Tehát, hogy mennyiségre is marha sok. Ja, és akkor be kell vinni az első eresztést, a 4 darab WC papírt, 200 darabos éttermi szalvétát, 100 darabos papírzsebkerül. Szóval megmondod, hogy neked a kislány nem kakil bent, akkor... Akkor is, akkor ezeket mind bekerüljük. Ők nagyon sokat kakil, úgyhogy kedves, onnan legyen kakilunk, együtt nevetünk. Értjük, hogy Karina nem, értjük, de Ödönke maga nem ismeri Ödönkét, mi már óvodába hoztuk, hát Ödönke viszont... Igen. Ott mivel érvesz? Nézem a lányom, milyen káka belő. Na most két hetet egyszer még vécét is nektek kell vinni. Na most úgy képzeld el, jó, hogy nem egy műanyag kanalat nem kell vinni. Hát majd most még nem, lehet majd elsőjén mondják, hogy mit kell. A konyás nénit kihozza? Mi hozzuk a konyás nénit? Nyáron megismerkedünk, nagyon helyes konyás nénivel. Nekem nincs ezzel bajom, mert érted, de visszük azt akkor legalább, nem az van, hogy ott van az üres tekercs a WC-be. Akkor legyen! Én nem azt gondolom, hogy ezzel baj van, hogy vinni kell. Az állapot a szomorú, hogy azért ezeket ott tartunk, hogy az iskoláknak a szülőktől kell begyűjteni. Tehát én is beviszem, meg nyilván mindenki beviszi, meg az óvodában is megszokott, hogy gyümölcsnap van beadott, nem ezzel van a baj, csak maga az állapot, igen, amire ez utal, hogy igen, a gyerek nem, hogyha nem vinnének a szülők WC-papírt, effektíven nem lenne a WC-ben WC-papír? Nem lenne, de hát miért van, hogy kórházba vinni kell a saját gyógyszereidet, mert nem tudja odaadni a kórházba a gyógyszert. Hát az meg nagyon dráma, tehát hogy igen, ez így van. De legalább magadénak érzed. Na most Balázs, akkora pak van összerakva a kis szobába, másodikán kell bevinni. Kérni is akartalak, ha esetleg felégyártok, hétfőn délutánra, hát figyelj, azt nem tudod elhinni. Én ezért nem jövök másodikán se, bocsánat, tehát, hogy elengedsz másodikán. Hát jó, megértem, hogy miért jöttem erre a beszólásra. Inkább menjél ki, mert akkor már szerdára is elkezdjük, hogy engedjünk. De miért nem viszont egy költöztető céget hívjatok föl, és akkor... Esküszöm, hát Péter megkattan, hogyha nem vagyok ott vele. Úgy képzeld, hogy mindent, az összes tankönyvet vissza kell vinnünk másodikán reggel bekötve. Na most ne tudd meg, hogy én nekem ilyen küzdelmem van. A füzeteket be kell kötni. Otthon bekötöttem, be kell kötni a füzeteket. Ez már nem az a világ, mint amiben jár. Miért kell bekötni a füzetet? Na most várjál, én most szembesülök ezekkel, tudod, kétféle borító van. Az egyik egy öntapadós, ami egy olyan tekercsben van, mint mondjuk egy tapéta, úgy képzeld el. A másik, ami a klasszikus bújtatós, ahol megvan vágva, és csak belebújtatod. Az volt nálunk is, igen. Én vettem bújtatósat is, meg hát nehogy már ne vegyek öntapadósat. Hát ne tudd meg, hogy nézett ki a füzet. Hajani meg, én is megtudom. És nem. Gyerekek, egy füzet bekötése, egy A4-es füzet bekötése, 40 perc volt nekem. Mindenhova ragadt. Na most ez nem biztos, hogy de későn fogok aznap este hazaérni. Annyira szomorú lesz aznap este, mikor ezeket be kell kötni. Hogy beszéltem pár anyukával, akik már így előrébb vannak, és mondták, hogy hajnali egykor még ott szoktunk ülni, füzeteket meg könyveket kötünk elsején. És látom magamat, hogy elsején hajnali egykor én leszek. De miért nem jó a bebújtatós? Az miért nem jó? Hát az figyelj, átlátszó, van olyan, ami nem szabvány. Sajnos, ami nem szabvány. Hát a bebújtat, nem tudod. Na most gyerekek, ez valami brutál. Tehát, hogy én nem tudom, nem biztos, én nem vagyok annyira ügyes, nincs nagy kézügyességem ezekhez a dolgokhoz, de ez tényleg az asztalra ragadt, rám ragadt. Akkor inkább hülyének neveled a gyereket, nem? Hát ez nagyon durva lenne. Majd mondom, majd megtanuljátok ti is. Mi még volt, hogy újságpapírba kötöttük a könyvet. Nem lehet átlátszónak kenni, hogy fölismeri a gyerek a füzetet, hogyha azt mondja a tanítónén, hogy vegyük elő most a nem tudom én mi ez, akkor tudja azt, hogy mert ugye még hát nem tudnak olvasni. Tehát ez már nincs azonos, átlátszó nagyon. Igen. Nekem volt egy olyan év, amikor népszabadságokba kötöttem be. Nekem is nőklapjába kötöttem be. Nekünk is soha újságpapírba kötöttük be, mert nem voltunk nagyon. Meglátjuk a vezércikket, és vigyázz, barátom. Népszabadságokba köti a könyvre. Csókolj! Az kemény. De a tankönyv ingyen van az első 1-2-3 évben, igen, nem? Igen, így ugye van, a tankönyv abszolút ingyen van. Egyébként nézd most, hogy mondjam, tegnap ugye itt volt az Áron, és beszélgettük, ugye, hogy fizetős iskolába adja a gyerkőcöt. Na nézd már. De hát hogy figyelj, igen, megszaladt, hogy megszaladt ott is.
Ez az. Na most ugye hát oké, ő azt mondja, hogy nekik nem kerül semmibe a tanévkezdés, mert valami nem tudom, kukac mérte, vagy millió, ilyen fenéről beszél, azt kell vigye. Na de ez az, hogy viszont ő havonta fog fizetni 40-50 ezer forintot a gyerek oktatásáért. Tehát, hogy nézd, most jó, mi bevisszük ezt a kis pakkot az iskolába, biztos majd még évközben lesznek kérések, de hát most jó, ez ennyibe van sajnos. Persze, ezt meg kell csinálni, itt az ember mindig azon gondolkozik, hogy mondjuk két gyerek van, tudod. Az durva. És akkor neki lököd az iskolának, hogy egy elsőbe egy belököd az elsőt, alaphangon. Másodikba, aki már azért úgy visz tovább dolgokat, hogy azért ott konkrétan ott tartunk, hogy ugye rengeteg családnak ilyen nyár elején abszolút el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy be kell iskolázni a gyereket, hogy rakjuk össze ez a pénzt. Azért ez tényleg ez nagyon kemény helyzet. Nagyon durva. Nagyon. Hát az hogy az évkezdéses nagyon... nyaralásodat úgy intézed, hogy lehet, hogy idén nincs nyaralás, mert hogy a gyerekiskolába megy. Hát azért 50-80 ezer forint, hogy két gyereket így elindítasz, mondjuk nehogy isten ikrek, vagy mondjuk első-második, hát azért ez egy százasban benne van. Alaphangon, de a legtöbb magyar háztartásnak ez el kell kezdeni kigazdálkodni. Ez így van. Másoló papírt tudsz innen vinni. Nem mondasz hülyeséget, hát most hallom, én is innen fogom, most ott eszembe borítékot is kértek. Hallom. Hát, tudod, mennyi minden van itt? Beakaszd le azt az órát, hogy be tudod, hogy örülnek egy ilyen trend time-nak. Megmondod, hogy hoztál egy órát. Nagy tévé nem kell be. Egy rakás írószer van bent, én egyébként még a Norbét is magam ülnem a gyártásra, vigye a gyerek helyett a táskát. Hát, hogy ez nekem nem esett le. Hát de jó. Figyelj, én megmondom, hogy januárban elkezded lopni a WC-papírt, csak heti egy tekercset elviszel. Az iskola megvan év végéig. Megmondom, hogy gyerekek, itt van, és egy ilyen DAF busszal így leállsz, és így kipakolják a WC-papírt, 6 évre előre megvan ödönkének a napi termése. Anna, januárban, nem úgy, mint februárban egyébként. Hát figyelj. Igen. Tehát lehet, hogy kell elkezdened lopni. Ennyi. Na? De most elkéstem, hát most már meg vagyok késve. WC-papír összelopod. Így van. Fénymásoló papír összelopod. Tolcelúza. Tolcelúza szépen lassan összelopod. Moríték van. Bizony. Ne szalvéta van a büfében. Legfeljebb picit többet veszel. Egy pogácsa lesz. És 30 darab. Ön nagyon morzsásan eszem. Utálom, ha morzsás vagyok. Szépen becsomagolod őket. Figyelj, ezeket meg lehet úszni. De ha előbb ébredsz, látod? Látod, mennyire? Nem vagyok élelmes. Szerinted mit fog csinálni két év múlva? Nem vagyok élelmes. Nem fogtok tudni WC-re menni, mert januárban fog fogyni a WC-papír. Mert balilag iskolás a gyereket. És itt ráadásul nagy tekercset tudsz vinni. Itt nagy tekercs van? Hát persze, az a nagyon komoly átmérőjű. Az az ipari. Aha. Hát ez szuper. Hát abban egyszerre három gyerek törölheti a popóját. Hülyéskedsz, marha. Dehogy hülyéskedem. Tudom, hogy komolyan, de nagyon jó vagy. Na köszönöm egyébként a tippet, akkor most lehet, hogy rárabolok, még nem jön be a gyártása a fénymásoló papírra. És akkor kis autóval beautóztok? Vagy hát figyelj, ez nem lehet. Vagy hát ez körülbelül 3-20 kilós szatyornyi dolog. Mondom, vissza... Gyere, ott van hely? Szóval igen. Az iskolában ott elrakják ezt termekbe? Vagy ennek ott van infrastruktúra? Éva néni, osztályfőnök néni majd szépen el fogja pakolni a megfelelő helyekre. Éva néni, mekkora retro. Mekkora retro, nem? Figyelj, olyan cuki. A nyakába hordja a kulcsot. A szekrénynek a kulcsát, igen, ahol a budi papírt tartják. Csak álmával lehet elrabolni. De akkor is nagyon küzd. Értékek ezek, értékek, bizony. És Éva nénihez? Éva nénihez, és mindent viszünk be másodikán reggel a tanterembe 7:30-ra ezt az ipari mennyiségű cuccot. Váltóruha. És hogy fog felkelni a Karina? Nincs hozzászokva, hogy sokáig alhat? Vagy... De hozzá van, most küzdünk már másfél hetet. Rátörjük az ajtót 9 óra, hogy kéne óvodába menni, és még így simán. Tehát, hogy simán kiküld a szobába, hogy ezt nem gondolom komolyan. Olyan, hát a Viki van vele, hogy nem gondolja komolyan, hogy 9 óra, akkor őt elviszi óvodába. Nehéz. Tehát, most jöttünk az a spanyolból. Ért a hulla fáradt vagyok, apa, ne csinál. Anya, tök fáradt vagyok, hát most mit csinálják, érted? Hát most kicsit meg is van égva, hát hogy menjek így be az óvodába a barátaimhoz. Te nehéz, nem? Nehéz, figyelj, 8 óra, akkor most már kell sötétedni, egy picikét így most már beszélek a lelkére, hogy 3-4-9-kor megpróbálom lenyomni. Tehát ez muszáj lesz, mert hát kelni kell. Miért tettek táskát, hogy hány kiló? 70 dekás a táska, iszonyú. Nem maga a táska, értem szerint. Ja, mert... Jézusom, és te üsz az iskolában, miért nem te üsz be az iskolában? Van olyan táska. Nem arra gondolok, hogy üresen, ritkán fogja a gyerek üresen minden táskát. Arra gondolok, hogy mondjuk bepakolva az első napra volt egy ilyen tesztút. Vagy fölveszed, kicsit Peti is fölveszi, megy benne, tudod, egy ilyen tesztút. Azért Csontkovácsot már most keresetek. Nem kapjuk meg. Körülbelül hány kilós ma egy elsősnek a táskája? Mert szétterhelik őket, nem? Nem tudom. A franc, ne vicceljél már, te hogy is. 30. Simán ilyen 15-20 akár fel is mehet. Neked, mert nagy a lányod, nem viszik haza a tankönyveket. Nem viszik haza a tankönyveket. Én most a hátamra veszek, nem tudok kimenni a büfébe 20 kilós táskával. Milyen 20 kilós? Rádöbbensz. Hova megy ez a gyerek? A kamionóra? Dehogy is. Bentárolják a tankönyveket. Bentárolják a tankönyvek. De így van. Nekünk tényleg így van. Hát most neki igen. Nálatok igen. Bizony. Hát jó, neked a lányod pár évvel előrébb van. Nincs tanulás otthon, nem kell hazavinni. Ha haza akarja vinni, nézegetni, viheti. Azt hiszem,
inkább az a villanytankönyvet. Ja, mert ti ott ilyen peremkerület vagytok. Persze. Ti kis prolik, érted, ott kukoricaföldeken keresztül mentek. Ti vettő magot és víztek magatokkal. Jó, hát ez azért a test egyik legmenőbb területében lakunk a Ferivel, szóval nálunk ez máshogy van. De ez menő, tehát az első négyben alsó tagozatban nem viszed haza a tankönyvet, mert nem kell otthon tanulni. Akkor minek a táska? Minek vettetek táska? Hát ő szerinted mennyit fogja vinni, hogy villant egyet a táskával a suliba, hogy hú, milyen menő, meg ennyi. Ezt meglátja majd az első persze. anyukát, hogy gyorsan le is kapja, igazít a haján. Persze, ugyan. Ki fogja vinni, és mi? Szóval nem mértétek le. Nem mértük le, de mondom, nagyon komoly szempont volt olyan táska, úgy képzeld el Balázs a kezembe, hogy üresen volt szerintem 2,5 kiló. Tehát így megfogtam, mondom, Jézus Mária, olcsó volt. Na de hát olyan dögnehéz volt, belegondoltam, hogy abba belerakom a tankönyveket, hát mondom, lesz 6 kilós a táska. Nagyon-nagyon fontos szempont, hogy könnyű legyen. Pont most olvastam egy elég nagy cikket a norvégokról, hogy ők ezt hogy intézik. Hát sok érdekesség volt benne, egy héten egyszer adnak például a gyerekek édességet, nem adnak, tehát nincs a menzán, semmi olyan édesség. És kis tableten viszik, egy darab könyv, tablet, ki tudsz vele jelölni, be tudod, megtanulják a programot, stb. És ez a tankönyv. Abba azt tud írni is, gondolom. PDF-fájlokban le van neki mentve az összes történelem, mit tudom én, norvég bűzi, anyanyelvi ismeretek, stb. Tud bele írni, megtanulják ugye a szövegszerkesztés, stb. Megmondják, hogy milyen tablet, azt viszed be. És azt se ők viszik be, hanem a rénszarvas. Igen, jó lopuk. Igen, és sítalpakon. De hogy azért az mennyire durva, és ugyanúgy tanulnak nyilván kézírást, meg egy csomó mindent, de hogy egy kicsi kis tableten keresztül tanulják már az egészet. Az igénytelen. Még a WC papírnál tartunk, és a fénymásoló papírnál. Itt meg izé lopatod a kerokszot. Később lesz ez a világ. De most megyek, mert rá kell rabolnom, nem érek el tovább. Nem. Igen, 8-tól már benn van a gyártás, igen, most még foszt ki. Nem kell. Most még foszt ki a szobában. Kerekek is vannak a szekrényeken, egyébként ki is tolhatod, mert be vannak zárva, majd otthon felfeszíti a Peti. Tett a könyvele, igen. Lopd el úgy, ahogy van. Na jó, van, drága hallgatóink, írjatok nekünk, jó, hogy kinek hogy megy a suli kezdés, kinek mennyibe kerül, szülők elsősorban milyen traumákon vannak túl, kell-e még iskolaköpeny, milyen volt az első... Hány kiló a táska, 70 vagy 80, te kap. Igen, mekkora vonalzó, mekkora a körző, és ki mennyinél tart összegileg. 6:30, jövünk a hírek után. 8:01. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Rengeteg SMS van egyébként, a suli kezdésről beszélgettünk, hogy mennyire megterhelő ez egy szülőnek, mennyibe kerül, mit kell vinni. Anna megmutatta ezt a levelet, amit írt Éva néni, gyerekek, ez nagyon retro. Szeptember 1-én érkezés az iskolába 7:45 ünneplő ruhában. Hívjuk, várjuk a kedves szülőket, ha tehetik, jöjjenek el a tanévnyitóra. Zárója be, nem 44, nem 46, 45! Igen. 8 órakor reggeli az osztályban a gyerekeknek. Hmm. Finoman jelezték, hogy szülő kopja le. Igen. A gyerekeknek. Tudod, ne, hogy éhes apuka beüljön azért reggeli. Kedves ilyen korász szülők. Kedves ilyen korász szülők tipli van. Ne arra, hogy ez még megeszel. Kis táska, hadd bárki oda azt a kis zsömlécskét, hagyj ide. Hallod, mi az legváros? Hosszú napom lesz, hallod, öcsi, hadd bárj ide. Igen, 8:30 indulása Hunyadiba, 9-kor tanévnyitó. A tanévnyitó után kiosszuk a tankönyveket. Kérem, üres táskával jöjjenek a gyerekek. Azért finoman a Ivan én is azért úgy helyesen rendet tesz a fejekbe, hát a néhány szülő már esetleg bepakol a gyerek táskájába valamit. Igen, és az évek tapasztalata itt ugye előjön, hogy valaki, de miért mennének teli táskával? Hiszen nincs még meleg ruhát. De Ivan én azért szól nagyon helyes. Hát a WC papírt valamivel be kell vinni, csak mondom. Na? Ja, tényleg. Hát, hogy de azt kirakják, ja, és csak nem viszik haza. Pót ebédbefizetés, gyerekek. Ezek mekkora retro dolgok. Hát ha elmulasztod az ebédbefizetést, ugye az akarsz, egyrészt, ha akarod egy gyereket normális, ugye ha elmulasztottad az ebédbefizetést, mindig kapsz lehetőséget, ez az oviban is van, ugye a pótbefizetés, amikor is még a csúszóknak, későknek, a saját gyereküket kicsi elfelejtő szülőknek pótbefizetési lehetőség. Egy napot kijelölnek, és akkor bemehetsz. Jó készülést a hétfői viszontlátásig. Üdvözlettel, igen. Éva néni. Köszönjük, Éva néni. Hajjaj. Feri, nem sokára ránk is ez jövőre már. Jövőre. Nekem a Bené nekünk évvesztes, hál' Isten, úgyhogy nagyon megdicsértem ezért, hogy októberben született. Minden nap megsimogatom a kis bukszáját. Ügyes vagy, jól csináltunk. Ügyes vagy, nagyon jól hoztunk össze téged, úgyhogy még ő még nem. Nektek jövőre? Nekünk jövőre lesz. Na, nagy jövőre lesz, kérlek szépen, és már ugye most az van, hogy valami előkészítőre kéne járni a gyerekkel egy éven keresztül. Van valami, ugye Annáik is végig nyomták egész évben. Engedd el a Karinával. De a Karina már is iskolában mellette. Megy. Na, mert vigyél, menjen bele vele pár szasz. Ennyi. Értem. De jó, nem jó, mert eleszik a Karina elől a végig. Ja, a Karina ilyen hal. Felfaják. És egy évig most előkészítőbe kell járni már a gyerekkel.
iskola előkészítő, minden héten egyszer mész aranyosan, és akkor ott különböző gyakorlatokat kell csinálni, hogy a gyerek szokja a légkört. Ma a körmöst. Ma a körmöst veszük át. Ma a pajaszúzás. Ma a sarokban állás. Na nézzük egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink. Nálunk gimiben soha nem volt WC-papír, csak ha vendégek jöttek az iskolába. Mindig tudtok, mikor jön valami fejes vagy vendégcsapat, olyankor minden volt a WC-ben. Minden fénymásolásért fizetni kellett 20-40 forintot. Írj egy hallgató, ez nagyon durva, nálunk 4 gyerek van, elsős, hatodikos, tizedikes és tizenkettedikes. Táska 20 ezer, könyvek 30 ezer, egyéb eszköz ruha 50 ezer, hatodikosnak minden körülbelül 70 ezer, a tizedikesnek minden körülbelül 80 ezer. 100 ezer készülés a szalagavató, ott is annyi ruha, stb. Ezek után jön az egyetem, mindent összevetve a 4 gyerkőc 350-400 ezer volt az iskola kezdés nálunk. Ugye nem egyszerre nyilván, de körülbelül ennyiből jött ki. Extra dolgokat még nem is nagyon vettünk, ezek az alapdolgokból álltak össze. Azért az kemény. Én csak annak örülök, hogy az én gyerekem olyan ügyes volt, hogy egész évben nem használta a füzeteit, ezért sikerült megbuknia. Tehát egy forintomra se kerül az idei tanév. Így nem rossz. Ez a jó szülői hozzáállás. Nem leszúrod a gyereket, a megbukott, hanem megdicséred, hogy spórold. Csilla küldte nekünk. Nekünk az első beiskolázás 113 ezer forintba került az ikreknek, a tankönyvek ingyenesek ugyanis az új törvény szerint az elsős és a másodikos gyerekeknek, ők már tartós tankönyveket kapnak. Ezt Niki küldte. Aztán az én gyerekem annyira megszerette a gimit, hogy újra 9-es. Így segített spórolni. Nagyon ügyes. Az idén könyvekre újra nem kell kiadnunk 32 ezeret, írja Anikó. 8. osztályban utasítottak, hogy csomagoljam be a könyveket, fatertől csortam egy ÖKM magazint, belecsomagoltam a könyveket. Igaz, így. Tanárnéninek nem volt őszintén mosolya. Szerintem inkább vicsorgott. 3 gyerekem van, 140 ezer forintnál tartunk. Gyerek. Azért az nagyon, ha nem lenne tényleg egyszerű, mindenki kapna egy PC-t, aztán kis, nem, tábla PC-t. Hát valószínűleg ugye a 3 gyereknél már nincs könyv, tehát nem kell venni könyvet, még hogyha 5-es, 6-os sem, tehát itt az egyéb kiegészítő miatt ennyi a lóvé. Anna Bali napszemüvegének árából 3 évre megvan a beiskolázás, írják neked. Milyen jó, hogy elvitted. Igen, milyen jó, hogy betárasztál. Igen, milyen jó, hogy azóta sítsak a napszemüvegem. Ugye milyen fura? Bölcsödébe havi 200 darab zsepi, 2 csomag minimum 160 darab nedves törlőkendő, 1 csomag 40-60 literes szemetes zsák másfél éves gyereknek. Hova? Plusz gondozási díj, plusz étkezés. Na, a szemetes zsákot magyarázd meg. Hát, vagy a pelenkát valóba tenni kell. Szemete a gyerek, vagy nem? Igen. Igen, jó. Bocs, hülye vagyok. Na, elnézést. Na most, egy csomag 40-60 literes szemetes zsák, mondjuk van 30 darab. Bekérsz minden szülőtől, 15 évig csomagoltod az a szemetet. Nem rossz, igen. Tehát, hogy azért az nem jön ki. Ha azt minden szülőnek be kell vinni, akkor azt valaki hazaviszi. Az, aki érdemes akkor utána számolni. Akkor hogy a 100 literest kérhet. Igen. Oviban a fiamra rászóltak a pisinél, ne használjon WC-papírt, amit mi vettünk, a nagy dolgát pedig kizárólag csak otthon végezzel. Az mennyire durva. Letöröld meg a végét. Megmondtam neked, ne kulálj a WC-ből, nincs az óvodának WC-papír. Menjél haza, aztán otthon anyád majd elintézi. Hiába feszülsz, hiába görcsölsz, hiába verítékezel, édesfiam, majd otthon szarsz. Az mennyire durva. Megint a beiskolasztatástól hangos a média. Egy gyerek egy tanév 50 ezer forint, a gyerek nincs otthon 8-tól 4-ig, vigyáznak rá, tanul, eszik, a szülő dolgozhat nyugodtan. Ez nem ér meg 50 ezer forintot, kérdezik. De, hát mégis. Ez is egy jó megközelítés. Ez egy szép megközelítés, igen. Vajon a szuperfocistáinknak maguknak kell a WC-papírt vinni, vagy van a stadionban pénz rá, kérdezi egy hallgató. Igen. Szerintem beviszik ők is. viszi a hóna alatt. Válogatott meccs lesz, gyerekek, dupla adagot. Azt láttam a Mourinho hóna alatt is, amikor jött a Chelsea, hogy hozták a saját WC-papírt. Igen, mindenki meg van. Igen, Zsuzsák. Holnap edzőbbá megy. Igen, nincs rám budi. Anna, a fénymásoló papírt és a munkahelyedről viszhet? Erről beszéltünk, igen. Egyébként abszolút. A lányom osztályfőnöke minden hónapban kérte a 8 tekercs WC-papírt, és a 100 darabos papírzsepit a piacon meg árulta. Nem már. Ezt István küldte nekünk. Hát figyelj, csak 30 gyerekkel számolsz egy osztályban. Hát most gondold el, hogy ez mennyi. Hát gondold el, hogy ez mennyi. Tápió Szent Miklóson az elsősöknek a füzet és a könyvcsomag ingyen volt, és még az önkormányzat adott 20 ezer forintot. Na ez a nem mindegy. 20 ezer forint per elsős. Aha. Ez nagyon szimpi. Az nagyon szimpatikus, igen. Az nagyon.
Egyedül nevelem gimis gyermekemet, minimálbér plusz családi pótlék, és nem kapok semmi támogatást, kétfelé oszlik csak a könyvek 16 ezer, írja nekünk egy hallgató. Szomszéd fia harmadszor járja az ötödiket. Azt mondja, az a kedvence. Ezt szakad el, na. Ez Balázs küldte nekünk. Ez egy nagy dolog, egy általános iskolás élete, amikor felsős lesz, érted? És ő szerette ezt az érzést. Ott új tantárgyak vannak, ott jön be a töri például. Így van. Nem mindjárt kinyílik a világ. Így van. Felnézek rád az alsósok. Igen, kérdezzétek meg a Pákót, milyen az előkészítő tavaly volt. Igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Itt van velünk Kriszta. Hello, Kriszta, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello, honnan hívsz minket? Budapest 13. kerület. Ó, 13. kerület. Hát már megszoktam, vagy 18, vagy 13. Mi egész ritkán szerepel. Egyébként itt 13-a ritkán vagy. 13. A 18 hasítani. 18-ból költöztek át. 18 az inkább. Van bármilyen összekapcsolás a 18. kerülettel? Jár oda valaki, lakik ott valaki, semmi? Nem tudok róla, ritkán járok arra. Ez fura. Egy bocsi. Végre egy embereként. Nincs a 18-a kapcsolat. Miért hagyjál a jó 13-at? Hát... Gyerek van? Nem, nincs. Én vagyok a nagy gyerek. Aha. De hát gondolom, te már nem iskolában. Nem. Dolgozom. Mit csinálsz? Távmunka. Ilyen administratív jellegű. Tök jó, nincs közlekedési dugó, otthon ülsz, jó, megkapod nem a meló. Igen. Ugye? Akkor, egyébként akkor kezdek, amikor akarok. Így van. Igen. Az ebédidőd se szólnak bele. Hát csak annyi, hogy hány perc, de egyébként nem vészes. Azt megmondják, hogy mennyi ideig kell föláll, vagy mennyi ideig állhatsz fel a gép elől. Van egy olyan programunk, ami mindent figyel. Aha. Benneteket is, hogy mikor álltok föl a gépet, mikor nincs leütés, vagy mikor nem dolgoztok, tényleg? Így van, igen, sajnos. Rá kell tenni egy vázát az Enter gombra, és akkor... Bizony. Vagy valami rezgőugráló mellé. Vagy valami ilyen kis ugráló kacsát, így rárakod, az üti a klaviatúrát, igen. Vagy van ez a madár, ami iszik. Tudod, meg van az a kis bólogatós. Igen, csak mindig biztos fura lesz már nekik, hogy másfélre kezd, csak egy ébetű jön. Gondolják, igen, hogy kész egy kicsit megfáradt. Oké, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi, Beru néni, figyelj! Ó, már most... Bementek egy Ázsia volt. Igen. Ó, de hangulatos. Ó, de jó. Milyen kis karácsonyi, nem? Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na-na-na-na-na-na-na. Tudod? I'll be looking for freedom. Ne, Istenem! Istenem! Itt még a legnagyobb bulia! David! David Hasselhoff, hihetetlen. Itt van már egyébként Magyarországon? Persze. Szerintem még részek van. Még valahol hamburgert teszik a padlószőnyek. Honnan tudtad ezt ilyen jól, Krisza? Sajnos ismerem a számot. Régen szerettem egyébként. Bírtad Dávidot? Igen. De melyik, mi miatt? Az, Night Rider? Az. De, hogy is ne. Én szerettem azt a sorozatot. De az jó. A sorozat jó volt. A dal nekem egy kicsit. Érdekes, azért már gyerekként is utáltam. Van ennél rosszabb is, nyugi. Már, hogy mármint tőle. Tőle, tényleg? Mondjuk, igazából meghallgatod, figyelj. A lendület maga. Fú. Ilyen németeknél egy második nemzeti himnusz, tehát, hogy Atya Isten. Imádjál. Szörnyű. Jó. Jó van, küldjük neked. Jó? Nagyon szépen csomagod. Köszönöm. Ügyes vagy, Kriszta, köszi. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Bármit föltettem volna rá, hogy soha nem fogja kitalálni. A büdös életben. De ez, ha nekem valaki meg... Igen. De hülyes. Már legyen, egy világsztárról beszélsz. Azt tudom, hogy egy világsztárról beszélek, csak úgy a dal maga nekem nem volt meg. Több tiszteleted egy olyan embernek, aki egy olyan sorozattal írta be a nevét a nem tudom, a filmezés történetben, és abból lett kőmilliómos, hogy piros dresszben nagymelű nők rohannak a tengerparton lassított felvételen. Az jobb volt, mint az a Knight Rider. Azt gyűlöltem. Melyik volt előbb, a B-vacs vagy a Knight Rider? Knight Rider. Azzal futott be, és utána itt a B-vacs. A juhászképzésen saját birkát is pult kell vinni? Vagy kapnak ott, kérdezik. Kérdezi egy hallgató. 2 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Hello Feri, hol? Ja, itt Jani, hol? Itt van mindenki, igen. Elmaradt most a rockzene, de nem baj, van mit kipihennie, hogy hallottam itt az elmúlt 3 napból. Hogy?
Hát úgy mondtam, hogy 8 órakor nem volt ez John Newman, azért ez mindennek mondható, de hogy rockzenének nem. De, mivel egy remek kis alkalmazást töltöttem le magamnak, gyerekek. Igen. Na. És monóba szólsz, és aha, most igen, már sztereóra. Rácsapsz egy sztereó, úgy van. Ennyi. Remek kis alkalmazást töltöttem le magamnak, amivel albumokat lehet leszedni egészen jól. Ez egy iPhone-os alkalmazás, nem tudom, hogy nálatok ott az erős sötét oldalán. Mi már ezt meghaladtuk. És ismeritek ezt az alkalmazást. Leszedtem egy hét alatt kb. 30-40 albumot, meg olyan 300 dalt magamnak. Úgyhogy holnap 8 óra után olyan zenét kaptok, gyerekek, hogy besírtok. Uh-huh. Szokogni fogtok. És azt fogjátok hívni, hogy közbali. És odajöttek, és megpuszilgattok majd. Igen? Egy kis meglepetés. Rockzene, dallamosok, ilyen. Te durva. Ilyen lesz. Te nem fogod annyira szeretni szerintem, meg kicsit neked túl lágy, viszont én tínédzser koromban. Ha már 50%-ban vissza is léptél gyakorlatilag, akkor Feri, te lehet, hogy fogsz. Te fogod értékelni, tínédzser koromban őt nagyon sokat hallgattam, megtaláltam, letöltögettem néhány dalt tőle. Limál? Tessék? Igen. 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 Úgyhogy holnap 8 óra után a hajatok kihulik. Visszanő. Orszűr. Kinek kihulik, kinek visszanő. Jó, most egy napi hibe lefél, mert ahogy hallottam, itt azért dupla rockzene volt. Ezt majd igen, már ez igaz. Hét előtt 8 után, tehát hogy itt azért volt elkapcsolási faktor, véleményem szerint. Véleményed zenék mehettek hét előtt. Nagyon szép zenék így voltak. Meg ez így ebben nem igaz, hogy dupla rockzene volt, hiszen az egyik rock volt, a másik black metal. Igen, én félek én attól a 3-4 hetet zenétől. Soha többen kidobták az ébresztő órát. Azt mondták, minden csak mondom, elég ez. Csak mondom, hogy az egyik egy Rainbow feldolgozás volt. Ott még meg is jegyeztem, hogy ezt még valószínűleg te is szeretnéd, hiszen ez az egyetlen Rainbow album, amit ismersz. A Risingot ismerem például. A Rising, az egy jó Rainbow album. Nagyon jó. Na most meglepődött, hogy bemondtam egy Rainbow albumot fejből, mi? Nem. Hát hisz ezt felírtam neked papírra előre. A Rising az például egy jó, az egy jó album, igen. Trafi van Miskolcon, a József Attila úton, a bababolt előtt. Hát ilyet? Bababolt. Már ott komolyan, is. Már ott hát is. Ezért. De sietnek az anyukák vásárolni. És azonnal le is fotozzák őket. A felüljáróról lefelé jövőket mérik egy fekete Skodából. Lehet, belenéztem a vakuba. Ha lehetek a nap hallgatója, az ajándékcsomag felét vissza tolom zsebbe. De jó. Egyébként ez jó. Igen. 11-es út Pest felé Békésmegyer előtt teljesen meghalt. Tudtok valamit, mi történt? Köszi Frenki. Hát szerintem csak a suli kezdés. Egyébként a 11-es útot Békésmegyer előtt a sokszor meghalt, de ha megkapjuk SMS-ben, akkor azonnal mondom. Hármas kalamból a Rákóczi hídom, hogy melyik irányba, azt nem kaptuk meg egyelőre, úgyhogy nem tudom mondani. És a békési bevezetőn arra szólok kb. 20 perce, igen. Ez ugyanaz, de ok, egyelőre itt sincs. Azt mondja, hogy Bali lesz valamikor retro szerda. Ígértünk ilyet most? Hát ne, megcsináltuk a múltkor a nagyot, szerintem azóta nem mondtuk, hogy lesz. Most nem beszéltünk ki erről, ugye? Nincsenek ilyen ígéretek. Figyeljetek, van egy-két szösszenet, amit csak így meg akarok kérdezni, nem voltam itthon. Mi ez a Del Piero a Honvédba történet? Ezt így tegnap este elkaptam, ez micsoda? Hát tárgyalások folynak. Mire jövök haza? Itt hagyok egy ilyen magyar futballt, erre visszajövök, és már Del Piero a Honvédba játszik majd. Hát mi történt ez alatt az egy hét alatt? Hát az ő gyermekei jönnek Magyarországra, és akkor gondolt, hogy akkor ő is egy picit majd valahol mutat valamit. Amit ja, és addig lejön levezetni ide a Honvédba. Igen, hát többé-kevésbé. Mert gyerekek jönnek egy hosszú budapesti látogatásra? Nincs lezsírozva ez a dolog. A tárgyalások folynak. De hogy elvileg van róla igen, szó. Igen, még nem jött át a nem. Aha. Még nem értem, hát fölírni egy lapra, igen, hogy no. No thanks. Azt a beton érted a... El fog szólni azért, nem egy hosszú idő. És hogy kerül ő képbe, vagy ez így... Hát frissít, a Honvéd kell, az új erő, érted? Jönnek, tudom, de Piero már levezet elég régóta, ugye? Igen, Ázsia, hát, vagy nem tudom, Kína, vagy mit tudom, hol... Jó, de ő olyan szinten van azért, hogy ő még mindig tudna itt oktatni. Hát ami másnak levezetés, az itt igen, az itt felpörgetés. és mikor dől ez el, vagy mikor hallhatjuk? Hát a híreket. Én szoktam egyébként folyamatosan nézni az NS-nek a honlapját, ez ügyben is. Úgyhogy ha valami van, én rögtön megcsörgetlek benneteket komolyan. Ma hajnal, csak itt nem hajnal kettő, akkor hajnal kettő. Hát érdekes a hír. Szerintem egyébként jót tenne. A Honvédnak is marha jót tenne egyébként. Szerintem a magyar labdarúgásnak is jót tenne. A magyar labdarúgásnak bármi jót tenne. Ha idejön egy Bushman.
hinni egy Buschmann, és leraknánk egy strucot az egyik oldalra, és át kéne futni a másik oldalra, az összes magyar futballista lefutná. Tehát három Buschmann itt eldobolna valamit. Az még azért kevés, hogy jól futnak. Indulót szerintem az is jót tenne a magyar futballnak. Hát Del Piero aztán persze. Mondjuk nem tudom, mennyire tenne jót valójában a magyar futballnak, hiszem semennyire. Tehát ott a magyar foci nem lesz jobb, mert a Del Piero most ide jön. Maximum a Honvédnak lesz egy kicsit jobb, meg a többi csapatnak, hogy játszhatnak Del Pieroval, nem? De arra azért kimennél, nem? Na tessék, már meg is kaptuk Árpiton. Igen, HVG sajnos. Ezt írja hvg.hu, Del Piero nemet mondott a Honvédnak. Hanem egy másik nagyon színvonalas bajnokságot választott. A kutyafáját, de meglepő. Indiát. Indiába megy. De gyerekek, ezt most komolyan egy pillanatig bárki is elíti, hogy Del Piero a Honvédba jön? Miért, ha Indiába mehet, akkor ide miért nem? Basszus. Most Indiában mi van, ami nekünk nincs? Tehén. Az nekünk is van, mondja. Igen, köri. Tacsmálunk nincs egyedül. És mangolasszi. Figyelj, és fokhagymás non. Basszus. Nem jön? Hát de szomorú vagyok. Elfogadta a Delhi Dynamo-t. A Delhi Dynamo-ban fog focizni. Sajnos. Na de. Delhi Dynamo. Hát milyen név? Delhi. Hát a Delhi. Ott pedig az de fura. Ott is volt szocializmus. Delhi Dynamo. Delhi Dynamo. Mennyit keresett volna itt arról, nem szólnak a hírek, hogy mennyit kapott volna, meg hogy ez hogy, vagy ez kitermelte volna, most idén a Honvédban keres, mit tudom, havi 20-30 milliót, az hogy fizették volna ki, vagy 40 milliót? Vagy ez így miből? Én is értem az egészet, még nem nagyon vagyok otthon a magyar futballban, de gondoltam, hogy ti, akik szintén egyáltalán nem vagytok otthon a magyar futballban. Igen, jó, jó, hogy kisegítetek ebben, hogy na mindegy, hvg.hu azt írja, hogy nem jön. De kár. Jó, hát igen, hát kérdezted, amit kérdezted, az gyakorlatilag így a pénzügyi része dolgoknak, hát lettől csörögjük a Hemingway újra, a klub tulajdonosra kérdezzük meg, hogy miből, meg hogy a... Na, innét csak ez érdekes, de akkor elmegy most a festő Indiába. Hát vagyok ott is. A Delhi Dynamo-ba. Ezeket nagyon beakadt. Ez az egyik, amit kérdezni akartam. Én tele vagyok ilyen kis szőszeretekkel. A másik meg, hogy a kasszának új műsor. Sikeres, hogy kiadott új műsort a kasszának. Nem, hogy siklik ki egy villamos és megy egy kilométeren keresztül, illetve hogy szabadul el egy villamos és megy egy kilométeren keresztül. Ugye, ha valaki nem hallotta volna a hírt, ez talán Szegeden történt, hogy leszállt emberünk valami váltót megigazítani. Átváltani, kicsit a tetvet. Ez előfordul. Ez előfordul szegényeknek. Velünk is határút előtt mindenként meg szoktunk állni egyébként az 50-essel. Sötét középkor. Igen. Igen. Leszáll a villamos vezető, előre megy egy ilyen pajszerral, és akkor... Jézus. De hát sajnos ez van. És hát közben a lelkem azt mondta, hogy mint a Skynet öntudatára ébredt, és elszabadult. És egy kilométeren keresztül ez a villamos, ez úgy ment. Igen. Mi történik? Ilyenkor felnéz a masinista, és azt mondja... Szevasz, kolléga! Ez az enyém! Lopják! Kasi, lopják a villamos! Elindul, elrohansz utána, szólsz egy utasnak, hogy szaladjon be és állítsa meg, vagy azt mondta, hogy most mit izgulsz? Majd megáll. Hát ér, hát most ennyi, ám hadd menjen. És még elkapom, már most nincs értelme, már fogja az ütköző. Gondolod, de milyen hülye érzés a saját villamosod után futni? Ugye? Mert azért azt te megszokott, hogy utasok futnak a te villamosod után, de amikor te futsz a saját villamosod után, azért ez egy nagyon fura érzés. Közben futsz, és látod magad kívülről, hogy úristen, futok a saját villamosom után. Nekem kéne ott ülnöm elől. Adj, ezek a köcsögök soha nem állnak. Én vagyok a vezető, én hogy állítsa meg valaki. Hogy megy egy villamos egy kilométeren keresztül? Mitől állt meg? Jött egy emelkedő? Igen, és akkor megindult vissza fel. És olyan, mint egy ilyen rossz, vagy ilyen fekete fehér burlesk film, tudod, odáig futott a villamos, és most meg visszafelé. Volt utas rajta, azt tudjuk? Csak aludt rajta valaki, mindig az rajta valaki. Egy villamoson mindig van valaki. Igen, tehát ilyenkor, amikor te villamos utasként ott ülsz, és látod, hogy nincs benne a sofőr, de indulsz, te bemehetsz, és megpróbáltad ott megnyomni mindenféle, meghúzni a kalantyút, tekerni akart, megállítani a villamos. Látod a rohanó embert, és arra gondolsz, de ismerős, Hol láttam ezt a csávot? De most tényleg gondolod, de ülsz az első sorban, és azt látod, hogy emberünk leszáll váltót igazítani, gondolod, hogy jó, hát nincs baj. Látod, hogy nem száll föl, mert még nem jött el előtted, hogy visszajön a fülkével, de azt látod, hogy elkezd gurulni a villamos. Megy, gyorsul, gurul, ülsz ott, szétnézel, benézel. Hello, ajtó! Ajtó! Benézel a fülkébe, megnézed, hogy jól látod-e, hogy ez így hogy? Nem tette, nem sebességbe hagyta? Nem, nincs azon kézifék. Vagy nincs azon kéziféket. Szerintem már az is, hogy miért kell le, tehát hogy az nem váltódik automatikusan, az a váltó. Ez is elég nyomorú, hogy le kell szállni, váltani, hát azért ez nagyon... Nem feltétlen. Nem? Nincs ilyen? Nem, hát de van. Van, csak más fejlődő országban. De hogy nálunk nem mindenhol van. De nálunk ez rendszeres. Mi már megszoktuk.
Tehát, hogy ezzel nincsen semmi gond, megszoktuk. Olyan, hogy picit megállunk, első ajtó kinyit, aki le akar, az leszáll, és akkor előre megy a villamosvezető. Meghúzza. Igen, átvált valamit. Igen, elindul. És akkor utána pedig, hogy megyünk tovább. De ugye akkor mit vált, hogy ne szembe sávba menjen? Vagy mit vált? Igen, valami olyasmi lehet, hogy ugye két sávra lehet bejönni, vagy két simpára lehet bejönni a határútnál, és akkor nyilván ott a kettő közülről választ, hogy ne arra menjen, ami már egy picit túl zsúfolt, és akkor így gyakorlatilag ennyi. De nálunk nincsen lejtő. De például kulcsot neki nem kell. Nem kell attól félni, ha van egyáltalán kulcs, érted, a villamos, az neki nem kell kivenni a villamosból. Tehát te úgy ott hagyhatod a villamos, hogy ezt bárki elviheti. Véna szkennerrel indul. Ja, nem. Véna szkenner. Egy olyan vénájú ember, mi? Igen, ez az érdekes benne, hogy ott nincs valami, amit lekapcsolsz. Igen, hát azért nem hagyhatod úgy ott a járó motorú villamos, nem hagyunk a helyszínen. Hmm. Hát csak így szól a jogszabály, nem? Igen. Na mindegy, csak elgondolkoztam rajta, hogy azért ez mennyire szürreális lehet, amikor futsz a saját villamosod után, te mint vezető. Ugye a villamos így megébred, álmában csönget egy kicsit és elindul. És öntudatára ébred, igen. Na, levideóztam nektek egy nagyon érdekes dolgot, és eszembe jutott erről egy téma, amivel szerintem már mindenki találkozott, és mindenkinek volt már hasonló élménye, hogy milyen az, amikor egy olyan ember mellé ülsz be, vagy egy olyan embertől kérsz valamit, vagy mész el hozzá, akiről azt gondolod, hogy ért hozzá, hiszen ez a szakmája, aztán rájössz, hogy tulajdonképpen ő kér tőled segítséget, legyen szó orvosról, hentesről, pékről, buszvezetőről, vagy taxisofőről. És a témaötletet az adta, hogy sikerült videóra vennünk egy animátort, aki vízi aeróbikot tartott. Vár szeretem. Ők azok a szenzációs, akik szórakoztatják a szállodának a közönséget, meg ilyen programokat hát, szerveznek, ilyen helyi programokat. Igen. Ezt a videót feltesszük a Facebookra, ugye ezt most csak így próbálom elmondani, hogy mi történik, de ha megnézitek, akkor látni fogjátok, hogy milyen az, amikor elvileg egy vízi aeróbik oktató, aki nyilván nem vízi aeróbik oktató, nem ért a szakmájához, de megpróbál úgy csinálni, mintha ő vízi aeróbik oktató lenne. És egy 20 másodpercet sikerült belőle rögzíteni. Kommentálját. Figyelj, emberünk iszonyatosan jó volt. De ott voltatok egyébként reggel felébredtetek, és a mikére nézve azt mondta, hogy Gibraltál vagy vízi aeróbik. Vízi aeróbik. A levegőben csapta, és azt mondta, Miki, egy újabb szép nap, irány a medencébe. Vízi aeróbikozni. Igen. Hát ezt nem hiszem. Ő biztos, hogy nem egy picit benyomott turista, ugyanolyan szállóvendég, mint te, aki szórakoztatta a feleséged meg a gyerekeket? Ő volt egy héten keresztül az animátor, aki vízi aerobikot oktatott. Ha ezt ő csinál, akkor nekem ott van szakmám. Akkor ott nekem van megélhetésem. Mutasd be! Emberünknek két szimmetrikus mozdulata nem volt. Nem. Ugrabugrált a medence szélén. Rettenetesen vicces volt, egyébként 50 pluszos, de mindegyik szerelmes volt belé. Tehát úgy néztek rá, hogy azt mondták, hogy Jézusom. Egy kicsit elhízott. Hát, igen, akartam mondani, hogy nem. Jó, nem jó az a hosszú távfutó alkat. Nem, jó húsban lévő, kb. 120 kilós ilyen mackó termetű ember ugrabugrált majom módjára a medence szélén. És hát nyilván a hasa nem követi egyébként ezt a mozgást. Hát de ellentétes irányban követi, és úgy van, hogy a klotgatyája, mert ugye az van rajta egy klotgatya, az félig lecsúszva, de már elől is és hátul is indián szökelést mutat be. Forog a tengelyek körül össze-vissza, és ugrabugrál ilyen majom pózban. És picit spontánnak tűnik a dolog. Figyelj, látszik rajta, hogy abban a pillanatban találja ki a következő mozdulatot. Igen. Tehát, hogy nincs egyfajta 20 perces koreográfia ebben. Néha megállt a zene, akkor odafutott a telefonja, az valamit újraindított, nem indult el, rossz zene indult el. Tehát döbbenetes volt az egész. Nincsen egy ilyen revütáncos múlt. Nincs. Valamit ő ott oktathat táncba, mert a csajok utána oda mentek hozzá, és akkor mutatott ilyen szalsza lépéseket. Mondom, 50 pluszos nők mindegyike oda volt érte. Tehát bármelyiket elkaphatta volna. Imádják ezt a típust. Imádják ezt a kicsit maszkós, medence szélén ugrabográlós típust. Hogy, de ez most itt csak a szórakoztatás része volt, vagy pedig ezt le kellett követni nem, a vendégeknek? Nem, az a lényeg, ugye te bemész a medencébe, és próbálod azt, amit ő a parton csinál, megcsinálni, mert nyilván nem mentünk. Hát akkor viszont kemény lehetett egy ilyen edzés. Aha. Hát, aki ezt a vízben utána csinálja, hát még a parton se lehet utána csinálni, de aki ezt a vízben utána csinálja, az teljesen adhok jellegű össze-vissza ugrabugrálás. Néha megjelent a hídon női ruhában, feltette a lábát, mondott valamit spanyolul majd újra. De olyan volt, mint egy rossz ilyen saskabaré, de tényleg, tehát hogy a mikroszkop színpadon láttál utoljára ilyet valamikor, mint 93-ban. De biztos, hogy a tartomány bolondja volt, akit senki nem bántott, így már megszoktál. Mehetett, ide mehetett oda női ruhába, tartatott vízi aeróbikot, bármi. Hát vagy reggeliért dolgozott, az megvan. Igen, egy ilyen Európa Uniós kóta szerint minden szállodának alkalmaznia kell. Igen. Néhány ilyen típusú ember. Szegény lehet, hogy fura volt, mert 8-kor láncot tettek a nyakába, és egy ilyen kutyom feküdt reggel 8-ig. Szóval, hogy a pali döbbenetes volt, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az, amikor az ember elmegy valakihez, akiről azt gondolja, hogy ő ért a saját szakmájához.
vagy igen, hát ért a saját szakmája, az beülsz egy taxisofőr mögé, de a taxisofőr tőled kér segítséget. Elmész egy henteshez, a hentes fogalma nincs, hogy mit akar adni, hogy kell adni. Elmész orvoshoz, akinek a végén már te mondod el, hogy mit írjon föl. Vagy elmész egy buszvezetőhöz, beülsz mögé, aki egyszer csak megkérdezi az utast, hogy merre kell menni. Nem? Vagy ez a villamosvezető, akinek elgurult a villamos. Tehát mindenkinek volt már ilyen típusú találkozása szerintem, amikor is egyszer rájössz, hogy az az ember, aki mögé beültél, vagy valamilyen szolgáltatást veszel igénybe, az nem, hogy nem ért hozzá, tök hülye hát abban, amit csinál. A taxis a legklasszisabb. Ebből a témakörből nekem is volt ilyen, hogy kérdezte, és először azt gondoltam, hogy tényleg az a fajta előzékeny, aki megkérdezi, hogy is jelzi, hogy ő nem akar átverni, nem akar hosszabb úton vinni, és megkérdezte, hogy merre menjünk. Hát mondom, hát amerre maga szokott, hát szerint maga tudja, hogy menjünk. Hát de hogy én merre szoktam menni? Hát mondom, nézze, én alapvetően mondjuk egy tömegközlekedéssel járok, de szerintem, hogyha mondjuk Budatétonyból mentünk haza, Lőrinc elmondom, mondom, nézze, az M0-áson szerintem egy picit hosszabb, akkor ne ott menjünk. De azt akartam mondani, hogy az egy picit hosszabb, de talán gyorsabb, mert ott jobban tudunk haladni, de mehetünk a Lágymányosi. Aha, a Lágymányosi. Az a Rákóczi, ugye? Egy kezdő és akkor már ott éreztem, hogy ott húha. És az elején megy a játék, mert ő nem mondja azt, hogy uram, ne haragudjon, soha életemben nem jártam Lőrincen, mondja már meg, hogy kell oda menni, hanem azt mondja, hogy na, maga merre menne? Jó, és akkor ezek után mi volt? Mentünk ugye az M0-áson. Mi történt? Dugod. Elmentünk az M5-ös felé. Tényleg, szóval, hogy hány olyan ember lehet, aki úgy űzi a saját szakmáját, hogy egyébként fogalma nincs. Elmész egy varrólőhöz megvaratni valamit, úgy adja vissza, hogy nem hiszed el, hogy ezt ő hogy tudta kiérni a kezéből. Elmész egy fogorvoshoz, aki általástalanul, te már ott kipeckelt szája, nézegeti a röntgenképet, és úgy látod rajta, hogy most fúrjon, faragjon, gyémánt vágó. És jön az asszisztens, és megfordítja a kezében. Megfordítja, a doktor, ne így, ezt így fogjuk, hogy hány ilyen találkozás van, nem? Most egy pincér nagyon jó... például, amikor látod a pincéren, hogy olyan szinten fogalma nincs, hogy mit tudna nekem ajánlani. Hát, és akkor kiveszi a kezedbe az étlapot, hát... Egy másik éttermet. Igen, ezt hogy készítik? Megyek, megkérdezem. Tudod? Tehát látod rajta, hogy gőze nincs arról, amit csinál. Nekem hány volt ilyen van? Nagyon patinás, nagyon jó nevű balatoni cukrászdába, tehát tényleg mindenki ismeri. Balatonát cukrászdát kell mondani, akkor ezt mondják általában. És megkérdezem, mit tetszene ajánlani? Hát, no, mondom valami csokisat. Hát, én nem nagyon szeretem a csokisakat. Na jó, de nem tudom. De legalább őszinte volt. De jó, oké, de hogy igazából nem tudod ajánlani semmit. Vagy mondom, például nekem volt egy olyan szabom, mostani szabom nagyon jó. Nekem ugye elég sok mindenből be kell vetetnem, és volt egy olyan, aminél mondjuk a negyedik alkalom után már mindig egy centivel többet adtam meg, hogy a pólókból annyival többet vegyem be, mert már kezdett idegesíteni, hogy az összes pólom haspóló. Hogy mindegyikből kimarad költök. Persze, mert bejelölöd, megmondod neki, hogy hány centi, sőt, még viszel neki egy másik pólót is, hogy na, ugyanekkora legyen, mint ez. És akkor mi lesz a vége? Az, hogy a köldököt kilátszik. Nem és azért ez viszonylag kellemetlen, ahogy állsz az 50-es villamoson egy picit kizért jobb oldalra dobott csípővel, és látszik a köldököt. Egy nőnek még csak-csak jól áll. Igen, de még akár szexi is tud nekem, egy kicsit látod a hasát, de azért egy palinál, hogy kapaszkodik, azért az nem annyira. De a mostani már kőprofi. Az nem annyira szerencsés. Na jó, megkérdezzük hallgatóinkat, jó, hogy ki milyen ilyen típusú, valamilyen szakmát űző emberrel találkozott már, amikor is látta, hogy emberünk tulajdonképpen nincs nagyon a helyzet magaslatán, sőt, mi több ugye hallgatónktól kért segítséget. SMS számunk változatlan 06-745-00-00, jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ugye arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy milyen az, amikor az ember egy olyan emberrel találkozik, akihez elmegy, vagy azért, mert orvoshoz megy, vagy tanácsot kér, vagy valamilyen szolgáltatást vesz igénybe, vagy beül egy taxiba, pincértől kér valami, felszáll egy buszra, és látja, hogy az adott ember az adott szakmájával nincs nagyon tisztában, sőt, mi több, hát még tőle kér segítséget. Ugye ebből a vízi aerobik oktatóból indultunk ki. Igen. Aki volt szerencsék megismerni Spanyolországban. Igen, ő nem volt a helyzet magaslatán, de 50 pluszban mondom, bármelyik nőtre rámutathatott volna, imádták. Andalúzia bohóca. Andalúzia bohóca, igen, a gyerekek is imádták. Hát hihetetlen SMS-ek vannak, hogy ki milyen típusú emberrel találkozott már. Csak egy-két SMS-ből így szemezgetek. Fuvarozó cégnél dolgozom, volt egy kedves új felvételis kolléga, elvileg több év tapasztalattal rendelkezett, megkapta a fuvart Magyarország-Ausztria-Bécs vonalon. Valami oknál fogva Szlovénia felé indult, és ott is kötött ki. Majd Doni telefonált haza, hogy a GPS rossz irányba vitte. Szerintetek, hát hozzáteszem, 40 tonnás szerelvényről van szó. Így azért azt tudjuk alapból meg, hogy egy M1-est megkínálsz, és akkor majd a Bécsben nyilván tehát elkezdesz keresgélni, hogy hova kell vinni. Na, igen. De addig azért... Ott nagyon elmentél, igen. Az angol tanárom állandóan használta a Google fordítót az órákon, és rendszeresen magyaráztuk mi neki a nyelvtani szabályokat. Amúgy egyébként imádtuk.
Gyöngyi vagyok, írja egy hallgatónk, nekem tavaly volt egy sztorim, fájó könyökkel mentem az orvosomhoz, aki azzal nyugtatott meg, hogy nem azért fáj, mert injekciót adott bele, hanem valami másért mondtam neki, hogy hát nem hiszem, mert hogy oda nem adott injekciót. Bútorgyártó üzemben elromlott egy gép, amikor kijött a szervizes, megállt előtt, és így szólt: Laci, megnézhetném én is ezt a gépet, mert ilyet még nem láttam. Ezt Kazi küldte nekünk, nem annyira értem az SMS-t. Nincs külön gyerekorvos a faluban, csak a házi orvos rendszeresen megkérdezi, milyen gyógyszert írjon a gyereknek, és hogy írja rá az adagolást a receptre. Gratulálok. Az nagyon szép. Négy csillagos patinás budapesti szálloda éttermében a pincértől kértem egy mézes barac pálinkát, kihozott egy pohárban pálinkát, amiben beleöntötték a mézet. Hozott mellé kanalat is, hogy össze tudjam keverni. Nem hiszem el. Ezt rólka. Azért a szép, nem? Még az lett volna jó, hogy egy fél barackot is oda tesz mellé. Igen, kérégzében vagy. Kérégzében egy fél barackot. És kihoznak meg egy fél barackot. Lakásfelújításnál a kőműves a bontásnál azt mondta, hogy ő nem tud lapátolni, mert nem bírja a háta. Nekem kellett. Másnap már nem kellett, hogy jöjjön. Karcsi. Fogorvos élpótlás, 42 000 forint, azt ígérte, olyan lesz, mint az eredeti. Végig mondta, hogy gyönyörű, majd mikor megmutatta, úgy nézett ki, mint egy rágol lenne ráragasztva. Azt hittem, kandi kamera. Nem az volt. Belátta, hogy véletlen átlátszóra csinálta az első fogam, végül elküldött, hogy várjunk, majd felveszi a fog színét. Aha. Egy bankban szerettem volna pénzt küldeni egy másik országba. 10 percet ültem, de már közvetlen a hölgynél, aki folyamatosan megpróbált belépni a rendszerbe. Majd közölte, hogy az nem működik. Én azt kérdeztem, hogy esetleg nem lehetne ide hívni valakit, aki esetleg meg tudja csinálni. Mire ő? Na de kit? Tiszaújvárosból Debrecenben navigáltam a helyközi járatot. A sofőr végig pánikban volt, a váltót sem tudta kezelni. Ezt Russell küldte nekünk. Mondjuk a buszosoknál van olyan, hogy ott be kell ugrani egy-egy vonalra, nem? Hogy ott helyettesítenek mást. Ja, hogy nem jártad még végig. Igen. A vonalat, beteg lett a sofőrbe. Igen, és akkor ott nem... Most tudod, igen, hogy merre kell menni. Hát nem, hát... el kell jutni valahova, az oké. Okay, meg amikor tudod, a rutin elkezd működni, és arra mész, mert egyébként szoktál a saját járatodat, és akkor a fél busz elkezd, hello, 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 hello. Házi orvosom írt fel az aftámra kenőcsöt, kiváltottam a gyógyszertárban, a tájékoztatót rutinból elolvastam, kiderült, hogy popsi pirosodása van, csak arra használható, nyálkahártyára tiros alkalmazni. Mekkora szakít? Nem mindegy azért, hogy felül vagy alul kell engedni magát. Ekkora már, hogy előre elolvastad. Igen, de nem pirosodott. Csirke alsócombot kértem a hentestől. Na, én tipikusan ilyen SMS-ekre gondoltam. Megkérdezte, hogy az melyik, amelyik a földhöz közelebb van? Ez nagyon jó. Hát, de milyen gyakorlatilag hentes kérdés? Hát most az van alul, vagy felül van? Alsó. Hát igen, attól fog, mit csinál a csirke. Automárka szerviz. Hát nem. Internetes rendeléskor a kapcsolattartó tőlem kérdezte meg, hogy nekik van olyan alkatrész szerintem? Azért az is nagyon szép. Megműtötték a térdem, majd mentem kontrollra az orvoshoz, aki műtött, kaptam egy sebfertőzést, a doki levette a kötést, majd így szólt, hát... Ezt inkább megmutatnám egy idősebb kollégának. Nem voltam megnyugodva, írja Tamás. Kamion menetirányító felhív, hol vagyok már, mert a térképen két város csak 6 centire van egymástól. Jézus. Jézus Isten. Atya Isten. Dörgicse, gyönyörű étterem, két felszolgáló csaj, egy óra várakozás gyerekkel, utána megkérdezik, mit is rendeltünk? Na, szép. Igen, akkor úgy nem vagy boldog. Igen. Sógornőm körzeti dokinál. A sztori tök komoly. Doktor úr, kicsit ki vagyok készülve, enyhe depresszióm is van, mit csináljunk? A doki, igyony gyógytát és menjen templomba. Szerintetek? Márti. Alternatív gyógymódokban hisz. Igen, nem, én nagyon szeretem az ilyen szakikat. Buszvezető, taxis, orvos, hentes, nem ért hozzá, ő visszakérdez. Én nagyon bírom az ilyeneket. Alternatív. Így van, nem tömtett el rögtön gyógyszerrel, azt mondta, hogy tessék a kóra. És milyen komplet, nem? A test és a lélek is kap valamit. Különleges tudakozót hívtam, hogy melyik pesti posta van nyitva éjfélig. A csávó visszakérdezett. Nem tudom, maga szerint melyik lehet? 600-ért remek volt, így a Kami. A tárgyalásomat napolt el a bíró, mert végig én beszéltem az ügyvéd helyett, amikor hangosan megkérdezte az ügyvédem, hogy na, most erre mit mondjunk, akkor lett vége a tárgyalásnak. Azt mondta a bíró, fiatalember, szerezzen egy ügyvédet. Csabi. Azért az mennyire kemény. Na,
Most erre mit mondjuk. Na, most erre mit mondjuk. Dobjuk össze a fejünket. Kérdezi tőled az ügyvéd. Nagyon szép. Nagyon szép. Pszichológushoz kellett vinnem a lányomat. Több hónap kezelés után közölte, hogy nem tud segíteni. Hát gondolom azért kezelésenként egy tízecske, vagy nem. De tudom. Mivel én, mint az anyja a gyereknek ezt olyan jól kezelem, menjek már el hozzá minden héten konzultálni, hogy mi van a gyerekkel. Kérdezem én, hogy ez rendben van, de ő akkor mire van? Doktor úr, sárgák a fogai, mit ajánlana? Barna nyakkendőt, jó, igen. Ja. Kosztolányiról Budaörse busszal járok dolgozni. Egyszer egy új fiatal sofőr ült a volánnál, felszálltam, remegő hangon kérte, hogy maradjak mellette, mert nem biztos az útvonalban. Saját érdekemben maradtam. Hát ez az, amikor igen. váltanak, ugye? Tehát ez csak azért kell segíteni. De akkor mi van, akkor úgy váltja az egyik buszos a másikat, hogy fogalmuk nincs az útvonalról? Hát most nyilván reggelre lett beteg, a rendes be kolléga, valahol be kell ugrani, akkor mész. És fogalmad nincs, hogy merre kell menni? Bocsánat, igen? Valaki balra, jobbra, jó. Micsoda? Nem múltkor voltam egy diszkóban, a srác a pult mögött állt, kértem egy koktélt, mire az italos srác mondta, hogy bocs, de egyáltalán nem tudok keverni. Nem baj, kevertünk magunknak. Autót fóliáztattam, az első dolgom az volt, amikor megláttam, hogy letéptem a kocsiról, írja Dani. Hú, ezek az autófóliázások is egyébként nagyon szépek tudnak lenni. Ti fóliáztattátok az elejét, vagy nem tetettetek rá ilyen kőfelverődéses fóliát? Szélvédőt fóliáztattunk. És ott volt első körben egy kis probléma, tudod, amikor látod, hogy így megfogta a szélét. Megfogta a szélét, és az szépen le is vált az ablakról. És tudod, hogy egyetlen mozdulattal le lehetett volna hozni. Mert hál' Istennek garanciális volt. Pincérnő light kólát hoz ki. Mondom, nem szeretem cukor nélkül, hozott nekem kávécukrot. Kecsó kalocsa vonalon a sofőr folyamatosan hátrafordult, és folyton kérdezgette, hol álljak meg? Nekem itt jó lesz, nem tudom a többiek. Tomi küldte nekünk. Barátnőmnek szalagszakadása volt, a kórházban ő mutatta meg az orvosnak, hogy hogy kell nézni a röntgenképet. A barátnőm nem orvos, írja Dávid. Az milyen tényleg rászózatok? Nem úgy fordítva. Ja, bocs. Csak az a baj, hogy a light call-hoz kihozzák a cukrot, azon nevetsz egyet, de amikor az orvos, aki a te röntgenképedet néz, érted fordítva, és a te életed van az ő kezébe, azért az nagyon kemény. Nem, nem. Csúnya állapotban van ez a bal láb. A jobb. Ja. Híres akvaparkban a csúszda tetején megkérdezem az úszómestert, akinek az a feladata, ugye, hogy mindent tudja, hogy milyen a csúszda. Mire közölte, hogy egyiket se próbálta ki, mert nem mert lecsúszni. Tök jó. És tőle válsz jó tanácsokat. Imádom, nagyon jó. Hát nem, még nem csúsztam le, nem mertem. Nagyon félelmetesnek tűnik ez a rózsaszín csúszda. 6 éves gyerekek csúsznak, hát az igaz, de még nem csúsztam le. Igen, mit csináljak, mit tanácsol, ne menjen le, ne menjen le. Kérje vissza a pénzt, menjen haza. Ezen ne csúszol le. Meleküljön. Kőműves kérdezte, alulról vagy felülről kezdjen csempészni? Hát, azért az is szép. Igen. Álszott, tök hülye vagy hozzá, én legalábbis is volt olyan nekem is a házfelületes körülbelül. Akkor ezt hogy csináljuk? Hát mondom, az alját elvágjuk. Hát mondom, a mannálom cseppe vágó megoldjuk. Én tudom nagyjából mit szeretnék, a feleségem is ugye magának kéne megoldani. Azt ne tud meg aztán mit csinál. Haverom kért egy pohár forralbort egy kocsmában. A pultos, aki nyilván új volt, fogott egy porrat, öntött bele vörösbort és berakta a mikróba. Ez nekem tetszik. Kövezzetek meg, ez nekem mi? Tetszik. Jó, azért ez, elvárás, itt hogy azért van egy a pultos tudja azért, hogy mi van, nem? Tehát az már tényleg csak a habatorta lett volna, hogyha beledob egy darab szeget még, és úgy dobja be. Kis kanál, megkövezzetessék. Igen. Ez nyilván kamu. Egy kezdő nővérkétől megkérdezte a másik, hogy beadtad a B12-t a betegnek? Azt nem, de beadtam két darab B6-ot. Persze. Nyilván. Buszsofőr, szegények, ők nagyon kapnak, Sümeg Sár vár 40 km, nem tudta, hogy merre menjen, odaadtam a GPS-emet, nem tudta használni. Én voltam a navigátor. 10-es küldte nekünk. De nagyon sok ilyen van. Boráros tér, a sofőr mögött ültem, indulás előtt szólt oda, hogy álljak már oda mellé, és mondjam az utat, merre szokott menni ez a busz. Ezt Szala küldte nekünk. És amikor leszállsz a felénél a távnak, akkor kér egy másik ember, hogy elnézést utasaim. Lottozóban kérdezem az embert, hogy kell kombinációs lottót játszani. Azt mondta, fogalmam nincs. Azóta se tudja, hogy mi az. Ő csak árulja. Igen. Faluszéli virágosnál egy cserepes virágot szerettem volna venni. A virágosnak ollója sem volt. Késsel vagdalt a díszcsomagolást. Fél óra várakozás után szerencsétlen olyan csofat, szétgyűrt, borzalmat alkotott, hogy
egyből láttam, hogy ez menthetetlen. Megkegyelmeztem neki, és mondtam, hogy hagyjuk inkább dolgot. Hát én ezeket imádom. Imádom. Azért, amikor látod, hogy a virágosnak nincs ollója, és késsel neki áll a díszcsomagolásnak, azért az is szép. Na jó, hát ennyi. Igen. Jó, a többi az már mint buszsofőrös, igazából. Szegény. Mm. Szegény. Bántsuk. De tényleg, hogyha valakinek ott be kell ugrani, most minden vonalat nem ismerhetsz. Hát. Egyébként tényleg. Kólás sztorit egyébként nagyon sokan írnak, hát az nálam is gyakorlatilag egy standard, ez a 10-ből 5 a visszakérdezés, vagy válaszolás a kérdésem, mert kérdezik, hogy mit kérlek, csak mondom, hogy light kólás, sajnos csak pepsink van. Maradjon az. Akkor abból legyen szíves a light. Igen, arra nem tudsz mit mondani, igen. Ismerősöm elvitte a kutyusát, hogy meg kell műteni a kutyusának a szemét. Egy óra múlva visszament, kérdezte az orvost, hogy szemcsepp vagy valami nem kell a szemére. Mire kérdezi az orvos, hogy nem ivartalanítást beszéltünk meg? De jobb. Szerintem humoránál volt. Igen, igen, igen. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket, hármasugrást, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Orvos, ultrahang. Az ultrahang szerint nagyobb a lépe, mire a nagybátyám. Az melyik? Mert hogy 2 éve kivették. Jó, de szép. Akkor viszont valami nagyon nagy lett, ha oda belógott. Akkor valami nagyon nagy lett. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Erzsi, hello Erzsi! Szia! Hello, sziasztok! Honnan hívsz minket? Hát honnan most Budáról. Budáról? Amúgy Jani szomszéd falujában való vagyok. Na végre. Na végre, igaz? Már hiányzott valaki onnan. Nagyon, igaz? Igen, te találkoztál ilyen szakival, Erzsi? Hát, elég sűrűn, tehát ez az egyet kiemelnék, ezt a hentes csajszit, aki tanuló volt. Na, mit alkotott? Kértem tőle tiszteletkarait, és megkérdezi, hogy hát milyen vastagra, hát mondom úgy, és akkor elkezd csapkodni, a bár, jaj, mondom, Évikém, nem darált húst kértem, hanem rántani húst. Nem vágta annyira jól? Hát nem, eléggé szegénynek nem sikerül, de hát aha, van ilyen sok ember, úgyhogy szerintem. Hát te tanuló volt, ahogy mondtad, igen. Hát tanuló, persze. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Szó, szerintem menni fog. Hát mennie kell. Igen, talán a harmadik az egy kicsit nehezebb, de hát ez már megszokott dolog. Mivel foglalkozol, Erzsi, mit csinálsz? Hát elektronikával pékléptemre. Kicsit távol, igaz? Igen. Mindig, ahol megtalálja az ember magát. De elektronikával ez mi forrasztasz, vagy ültetsz nyákokat? Persze, forrasztok, igen. Igen. Elektromos kenyérsütő? Persze. Na jó, van, mutatjuk akkor, hogy mondom a kérdéseket. Jó, így szól az első dedikált nyakbakasztóért. Melyik sportág felnőtt válogatottjának vezetőedzője Storz Botond? Hú, várjunk. Kajakkenu. Így is van. Igen, igen. Ő maga is ugye háromszoros olimpiai bajnok. Mehetünk tovább? Hát, hogy könnyű legyen, Janikám, mert ne találkozzunk a vonaton. Hoppá. Hoppá. Itt szól a második kérdés, dedikált Egér a látétért. Melyik ország történelmében játszottak meghatározó szerepet a jakobinusok? Franciák. Így van. Így is van. Ki van ott melletten? Hát a kolléganők szurkolnak itt nekem. Na, tényleg? Többen vagytok? Nem is többen. Említetted. Van. Hetem, mint a gonoszok. Igen. Hello! 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 Jönni mernek benneteket, minden nap titeket hallgatunk telefonon, mert másképp nem lehet. Na, szóval az van, hogy elolvastam a harmadik kérdést, szerintem álljatok meg. Hát én szerintem is úgy gondoltam, hogy én mindig a biztosra megyek. Nagyon kell érteni a filmekhez, hogy azt valaki tudja. Hát azt nem. Filmes kérdés. Nem. Többiek se, senki? Nincs itt a hetedik kolléganő, akire számíthatnánk, ő a filmes. Ma pont a hetedik, az milyen jó. Pont film. A hetedik hiányzik. Nem. Igen, a David Finchernek most jön egy új filmje. Fogalmam nincs, mi a címe. Csak tudom, hogy októberben és a Fincher rendezőt nagyon szeretem. Már a hetediket említette Erzsi, és erre vonatkozom. Azt kérdezik, mit kapnának, mondom, egy nagy bummot esetleg. Igen, elvileg dedikált óra lenne a tét. Én szerintem olvasva a kérdés jobb megállni, de rátok bízom. Megálljunk? Hát álljunk meg inkább, jó? Megelégszem ennyivel, jó? Átmentjük holnapra. Van egy dedikált nyakbaakasztótok és egy egér alátét, jó? Jó. Köszönjük szépen. Köszi, sziasztok. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre.
Azért az nagyon szép, még jönnek SMS-ek. Szülés a feleségemtől szüléskor. Ez a magzatvíz? Nem, mert kifolyt a neja. Nem, annak túl sós. Azért az nagyon szép. Eleve ott vagy pánikban, a feleséged éppen szülés. Tudod. Ez az? Igen, de gondolok. És ott fog egy nagy szikét, azért nem vagy nyugodt, nem? És az az ember kérdezi ezt, akiben jobban csak senkiben nem bízol. Ő az egyetlen reménysugár, hogy kivezet ebből a szörnyű szürális dologból, amit tart a szülés, hogy majd ő ért hozzá. Nem egy megnyugtató pillanat, igen. 4 perc, pontosan 9 óra jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 11 perc, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, fontos közlekedés, most kaptuk az M0-as Soroksári kijáratánál KPM. Ezt Boki küldte nekem. Szépen ellenőrizte. Csinálják csak. Tessé? Csinálják csak. Igen. Hogy utálnak most azok, akik arra mennek, mi? Figyelj, most a fuvarozó cégek, a kamionsofőrök, a szállító cégek, a tulajdonképpen ezek depózók, nyergesek, mind egy mondat. Hogy ki tud olyan mondatot megmondani, amivel a legnagyobb tömegekkel tudja magát megutáltatni. Most ezt... Csinálják csak a dolgukat végzik. Na, ekkor hajrá, hajrá KPM-től, és így mindenki a nyerges, hogy rászorít, a fuvarozó cég tulajdonos, tudod, egy nap nem tudom hány helyre kell eljutni, lehetetlen tulajdonképpen tényleg, ha mindent betartasz. Azok most így rászorítottak a kormányra. Igen, meg az irodánál a cégvezetők, tudod. A Waberersnél nyeltek egyet. Persze, közferi. Horváték, tudod, hogy nyeltek egy nagyot. Hát igen, KPM ellenőrzés. Nem, legalább bemondtam, hogy el tudják indítani a korongokat, ha ez még van. Ha még nem mennek a korongok, hanem, tehát van már ilyen távirányító, én már azt hallom, hogy rányomsz itt távirányítóval, és akkor, hogy gyorsan elindul a korong, azt mondod, most jöttél a pihenőből, azért csak most megy a korong. Vannak már szép dolgok. Vannak, de én inkább azt gondolom, hogy most megtelnek a pihenők nagyon gyorsan. Igen, mindenki kijár. Szóval a lényeg, hogy az M0-as Soroksári kijáratánál KPM ellenőrzés van. Ezt Boki küldte nekünk, mérik a sebességet Szikszón, a hármas úton. Köszönjük szépen. Rákóczi hídon Buda felé teherautó plusz két személyautó koccant a szélső sávban, a rendőrök már helyszínelnek, nagyon lassú a haladás. Ez az oka tehát, hogy a Rákóczi hídon nem lehet átjutni. Egyelőre a 11-es útról nem jött semmi, legalábbis nem látom, úgyhogy ott szerintem csak egyszerűen a suli kezdés lassan, ami ugye elvileg a jövő hét, de hát már valószínűleg nagy a forgalom. Emiatt. Nagyon-nagyon gáz a Rákóczi, de ezt többen elküldtétek nekünk. M6-os 85-ös kilométerénél fotóznak, valami 86-oson. Csornáról kifelé rendőrök posztolnak, igazoltatnak. Ezt Yeti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mit látsz? Oké, Feri, de az Alfa sem egy örökké. Igen. Igen, hát mi az, hogy Mohácsi csata, az mi? Már, hogy... De 1526 egy törökök magyar, akik második, és nem ja, igen. Volt. Nem, ja, jó. Nem érdekes. Hagyja? Már nem kell, mi? Nem. Kérdezheti ezt még valakitől? Levettek a partra. Valaki belefullad valami nyeszlet kis érbe, azt tudom, de hogy... Aha, igen. Igen. Valaki ott eltűnt. Nem. Valaki elküldi azt az SMS, hogy Mohácsi csata, van ilyen játékunk? Hogy az... Szerintem nincs. Szerintem nincs. De... Szerintem nincs. De lehet, hogy ez volt a harmadik kérdésre a vélhetőleges válasz. Tehát, hogy lehet, hogy mert ugye a harmadik kérdés a hármas ugrásban nem mondta el Balázs, mert hogy szerinte túl nehéz. Lehet, hogy ez volt a megfejtés. Ja, és elküldte volt a választ. Volt már ilyen, hogy valaki beletrafált. Hát emlékeztek, volt olyan, hogy a kérdés még fel sem tettük, már megírta valaki a jó választ. Az milyen szép volt. Az orákulum. Igen. Na mondasz még ilyet, hogy KPM? Hajrá de KPM? Soha többet viccelsz. Hajrá KPM, igen. Hajrá KPM, veszélynek a fuvarozó cégek? Nem merem, nem merem. Nem mondtam azért. Ilyenek a trafipax. Mondtam, hogy csak végzik a dolgukat szegények. Hát ne bántsuk. Ne bántsuk őket, igen. Rendőrt minden sarokra. Gyerekek, mi van ezzel a vízleöntéssel? Én ezt láttam most. Akkor volt a csúcsán, és addigra csengett le, mire hazaértem. Aztán itthon szembesültem vele, mert egyetlen egy dolog nem működött annyira a szállodában, ami egyébként nem is akkora baj, mert hogy a 3G-met hamar elhasználtam, viszont a wifi nem volt annyira erős, az internet, és így viszonylag egy hétig nem interneteztem. De hogy itt nagy őrület volt. Itt mindenki leöntögette magát vízzel, aztán láttam, ez kicsit átment ilyen öncélúba, azért, ahogy láttam. Tehát a fele az elfelejtette mondani, hogy kinek utal, meg hova utal, csak leöntötte magát, meg kihívta ezt vagy azt, de hogy úgy csak kicsit öncélúba mentál. Csak mondom, hogy neked 45 darab kihívásod van. Te vagy a csúcstartó. Te vagy a csúcstartó. Azt ugye, én azt láttam. A Hújber kihívott, a Dzsuzsák kihívott, a Lilu is kihívott. Egy Klassz FM-es hallgatónak. Andy is a Hooligansből.
Miért akartam mindenki gyakorlatilag csak magam? Ezek régi sérelmek lehívek. Rohadjál, mert Borázs legalább ősle magad egy vödör hideg vízzel. Én ezeket itthon kaptam meg, illetve a Lilu írt nekem SMS-t, aztán majd írok neki, szegénynek nem tudtam válaszolni. Mm-hmm. Hogy pici fázis-késésben, hogy elviekben a szabályok szerint 24 óra belül kell rá reagálnod. Igen. Aha. Hát akkor bocs. Na, akkor elnézést. Akkor gyerekek, sorry vagyok. Nem, a Lilu SMS-ét én megkaptam, hogy ő kihívott. Csak annyira rossz volt ott az internet a szállodában, hogy teljesen fölöslegesen tudtam volna magam leönteni hideg vízzel, mert hogy nem tudtuk volna föltölteni. Meg abban mi lett volna pláne, hogyha a meleg bot leöntöd magad hideg vízzel. Fé, én nekem olyan sok ötlet eszembe jutott. Aztán láttam a Charlie Sheen-ét, én az jutott eszem, és olyan mérges volt, hogy megcsinálta. A szemét, mi? Igen, azért szerettek volna. Ezen mondom, Viki, jó, akkor csináljunk, hogy jó, hát csináltunk bármit, úgyse tudjuk föltölteni, mert akkor ötleteljünk egy kicsit. És mondom, fiam, mi lenne leönteni magam egy vödör pénzzel? Úgyis mindenki azt gondolja, meg azt hiszi, erre mit látok? Charlie Sheen fogja, leönti magát 10 000 dollárral, és azt mondja, hopp, ez mi? Ez nem jeges víz, ez 10 000 dollár. A víz eltűnik, a pénz megmarad. Én ennyit utalok át. Á, mondom, igen. De sajnálom. És ott már ki volt találva? Pálmafa, Spanyolország. Csak, hogy legyen igen, mit tudunk, tudod, legyen nagyon aljas, legyen nagyon provokatív, legyen mindenki, hogy utálja, hogy rohadjál meg, baj, tényleg. De mondom, honnan tudunk, nem tudunk annyi pénzt beletenni, tehát ők kellene az mind, amit... Spanyolországot is elérte az ősz hullanak le a fáradról, levelek. Jaj, ez nem is levél. Ez jaj, nem jött levél, 10 000 euró. Fejjel öntöm magam, de nem lett volna sok értelme. Én ennyit tudok, a sebest ilyen alapítványra. Használd egészséggel, Bali. Saját alapítványa. Nagyon jó egészséget kívánok az alapítványban, ja. Dolgozok meg. Hát közülünk ugye én csináltam meg. Én nem és tudom, hogy megcsináltátok én ezt, igen? Megcsináltam, igen, és a csemete alapítványnak utaltam át egy kisebb összeget. Ezek fa csemeték? Nem. Valami kertészet? Egyébként nem jársz össze a valóságtól, de nagyon. Ez valami... Hogyan valami, csináljuk viccet ez a dologból? Lőrinci kertészet, hogy csemete alapítvány? Ez valami gyerekek gondolom. Természetesen igen, de szellemében és fizikailag is hátrányos helyzetben lépő gyerekek, velük foglalkozva a csemet alapítani, és hogy nekik szerveznek kulturális meg sport programokat. És ezt kihívtam, ugye Csabit, meg az Orsit. És Csabiról kiderült, hogy ugye nyaral, tehát hogy valószínűleg ugyanazzal az alibivel jön majd vissza Olaszországból, hogy bárhol is vannak egyébként, amit te is mondtál. Az Orsi meg napok óta próbál nekem valamit átküldeni az egyik telefonomra, csak hogy az a telefon nem képes fogadni sajnos ezt. Hát én remélem, hogy ez egy videó arról, hogy vizes pólóban áldogál valahol, mondjuk a fürdőszobában, és ezt csak velem szerette volna megosztani. Még nem egy modern készülék, nem tudja fogadni. Tehát nem, sajnos ez nem. Ez nem. Tehát, hogy de miért arra? Miért a telefonod? Miért küld egy e-mailbe? Hát, bízom benne, hogy mondom, mert én jeleztem nekik egyébként így akkor a felvételen, hogy annyi könnyítés mindenképpen lehet számukra, hogy nem kell melltartót venniük, és hogy fehér pólót is elfogadnak. Ez a Csabinál is. És természetesen Csabira gond. Nem, én hazajöttem, aztán szembesültem vele, hogy ez pont most arra csengett le, meg hogy a Göncitől kezdve tényleg mindenki, aztán olvastam, hogy engem mennyi mindenki, azon mondjuk meglepődtem. Nyilván jól esett. Hát senki nem látott még vizes hajjal. Csak a szeretet. Csak a Dzsudzsáknak, hogy jutottam, hiszem, az Andy, meg a Hújber, egy Lilú, tehát így az Andy Vajna. Nem, az Andy járja. Nem, azt mondtam. Nem, én mondtam. Hogy Andy Vajna óriási lett volna a kihív. Igen. Hogy leöntötte már, mert azt jelenti, hogy ő is leöntötte magát. Igen. Vagy te ilyen fél információk alapján. Köszönöm szépen Andy Vajnának, hogy kihívott az Andy Vajna. Én még biztos, hogy kihívtam volna Kövér Lászlót. Aha. És ezután kihívom Kövér Lászlót, hogy öntse le magát. Megcsinálta volna? Valószínűleg nem. Nem. De hát mondjuk láttam azért, gyerekek, láttam. Hát ki, Barack Obama például nem csinálta, meg viszont utalt. Nem csinálta nem meg? Nem csinálta. Nem. Én nem mondhatom, hogy nem jó arc, mert ugye én se csináltam meg, bár mondjuk most már szerintem ez eléggé lecsengett, tehát most megcsinálni az már több lenne, mint kellemetlen. Másfél héttel a dolog után jött vagyok egy vödör vízet, a Gönci minek megcsinálta 10 napja. Sziasztok, most szembesültem a kihívással. Ki szeretném hívni Gyurcsány Ferencet, Orbán Viktort és Bona Gábort, ha még esetleg belefér. Igen, és nyomorult, hogy egy héttel a dolog után még leöntött magát, tehát ez már kicsit nyomorult így ebben a formában. Szóval azért azt láttam, hogy politikusainkat se került el ez a dolog. Ki jól, ki rosszabbul. Igen. Hát, igen. Ki kevésbé. Sikeresen. Hát a legjobb, hogy szóval legalább a gyereket vitte volna arrébb, hogy ne. Hát meg a gumipapucsot csíkozoknival. Atya Isten. Szóval én értem a humort, meg talán lehet is mondani, hogy szeretem, bizony. De hogy azért egy-két embert lebeszéltem volna. És erről, a lábpróbrónáját sem elkérni. Vagy ha csinálja trendit. De hogy áll valaki azért egy gumipapucsban, egy zoknival, egy gyerekkel, egy ló mellett, egy pocsolyába, én ezt így megnéztem, figyelj, én sírtam. Sírtam, de ez a jó. Sírtam. Olyan volt, mint egy Jancsó film. 444, láttam, mindenki átvette, figyelj, én megnéztem. Jó, de nem jó. Sírtam rajta. Én legalább 10-szer megnéztem, és mindig különböző részleteket elemeztem ki.
ha valaki nem tudná, ugye, hát tulajdonképpen az egyik politikus, vagy politikus jelölt ezt megcsinálta. Mindegy is, hogy most kihez tartozik, meg melyik párt. Nem, nem erről nem van szó. Ez nem pártpolitikai kérdés, abszolút nem, csak hogy hogyha megcsinálsz egy ilyet, azért azt meg lehet úgy is, mint hogy sokkal, hogy egy fürdőgatya beugrottak egy medencébe, kis humor, jött a feleség, leöntötte, a Bushnál is láttam, a Bush zseniális volt, a Bush hogy tudott csinálni? Elmöntöm le magam, én inkább utalok. Oda jött a feleség, paf, paf nyakörönt, és mondja, nekem utaljál, mert a fodrász számlám, meg nem tudom, tehát jó arc volt. De hogy azért ezt nem mindenki vette át, hát a szegénykém abban a ló előtt ott... Hogy... Igen, de ezek a legviccesebbek. Tehát gyerek... azért valljunk be őszintén, most gyerekség... az, hogy... De nem volt tudatos, hogy vicces legyen. Nem de, baj. De az nem, nem úgy baj. Lett vicces, hogy annak készül. Nem baj. Úgy lett vicces, hogy állt az ember egy papucsban, szandála, zokniban, vagy mi? Papucs vagy szandál? Egy ilyen gumipapucs volt rajta, egy meg egy ló zokni. Mellett, és a gyerek elkezd üvölteni. És a ló honnan? Reális az egész. Mert azt hiszem, ló tenyésztő, hogy ért a lovak, az egy szereti őket, tehát valami kapcsolata van a lovak, hogy ott lakik. Erdő, még azt kellett volna, hogy beugráljon egy mókus, a kezében egy makkal. A gyereknek miért nem szólt senki, hogy apuka vagy nagypapa készül magát leönteni, és vigyük kicsit arrébb, hogy ne kapjon frászt a gyerek, mert hogy 4 perccel a videók elkészítés után, és vannak, ordított a gyerek. Vannak ezek, amik attól viccesek, hogy tényleg jól van kitalálva, mint például a Charlie Sheen, vagy én láttam egy olyat, amikor egy srác, annyira sajnáltam. Ül egy széken, oda jön hozzá egy markoló, és a markolónak a kanalából ráönt vizet. És akkor azt mondod, hogy okay, hú, ez jó volt. De oda jön még egy markoló, ami annyi vizet öntött rá, hogy elsodort a székkel együtt. Ezt kicsinálta. Na, ez egy ismeretlen srác, csak így kitaláltak, egy építkezésen dolgoztak. Iszonyú jó volt, hát egy köbméter vizet rögtön így rájukba. És elvitte, és ugye méterekkel arrébb állt meg, az nagyon vicces volt, vagy amit tényleg nem annak szánnak. Tehát, hogy nem szánja viccesnek, hanem felemelnek egy rohadt nagy ilyen... 50 literes ilyen itt hordót, és rásik a fejét. Vagy érted, most az mire gondol, akire mondjuk egy tetőről borítanak rá egy szemetest, egy szemetes vizet, és jön le a tetőről a szemetessel együtt, és majdnem agyonütés szerencsétlen. Az tehát, hogy azért az nem. Mert most 5 plémét áll egymás mellett, az és jól néz ki, de ugye tudod, hogy jó, persze, ez erről szól, ez ennyi. Hát jó, a csajoknál azért, igen, de a csajoknál az jó is, hogy kicsit erről szól, hogy fogja a fürdőgatyába, leönti magát, tehát az jó. Míg azt láttam, hogy Magyarországon 4-en indították útjára. Tehát, és most ezennel útjára indítom, mondta a Gönci a fókuszban, ja, mondta Hujber, és most ezennel, mondom, hogy mindenki arra küzd, hogy ő indítsa útjára. Mindenki történelmet írt. Mindenki történelmet akar írni. Igen, de hogy... Aztán azt láttam, hogy oké, hogy öntögetik magukat, de 10-ből 8 meg nem mondta, hogy kinek uta. Bizony. Meg nem mondta, hogy hova uta, és akkor gondoltam, hogy ez egy picit kezdő célú lenne. De maga az ötlet egyébként jó. Igen, a szabály úgy szól, hogy vagy utalsz, vagy öntesz. Tehát ha utalsz pénzt, akkor nem kell leöntened magad. Viszont ha leöntöd magad, akkor elméletileg ugye nem kell utaljál. Csak neki rossz üzenete van. Rossz üzenete van, így van. Engem is kihívtak egyébként többen, és akkor én mondtam, hogy gyerekek, én ezután már nem akarok, hogy a magyar celebvilág 40%-a, se önteni, se utalni, én nem akarok. Mondtál, hogy öntöttek és nem utaltak. Tehát ha már odaállsz celebként és leöntöd magad, akkor mondd azt, hogy utalok 20-40, ez még tök mindegy mennyi. Még ha el se utalod, mennyi van a felajánlás? Hát a Janitól kérték a befizetési bizonyítatot másnap adásban, nem hiszed el. Volt, aki megírta, hogy rakjak föl videót arról is, hogy elutalom. Nem hitték el, hogy elutalod. Nem fog utalni. És kérték, hogy mutassál nem volt mögött a smiley-el, tehát hogy valaki ezt tényleg komolyan gondolta, hogy hát ez van. De megmutattad? Nyilván majd, hogy igen. Egy következő fotó a Facebookon, sziasztok, és elutaltam. Most ütök egy enter, igen, és ez pedig itt a bankomnak az internetes felület, és látjátok, a bank elfogadta a megbízást. Igen. Bár a számlán nincs pénz. Igen. Mondjuk... az a politikus, aki ezt megcsinálta, vagy aki akar lenni, az írja egy hallgató, hogy zseniális volt, mert eddig senki nem ismerte most arra mindenki. Tehát ha a gyerekek, ez egy trash videó, és ez tudatos Lizen. Volt, mibe álljon? Zokniba. Jó ötlet! Mi legyen még ott? Legyen egy ló. Jó ötlet, legyen egy ló is. Legyen egy síró kisgyerek, akinek vérzik az orra. Mitől vérzik hát az orra a gyerek? A jégtől biztos. Ráesett a jég, és az orrba meg. Igen, nagyon, nagyon. Legyen ott egy gyerek is. Jó. Mi legyen még? Egy pocsolya. Ez jó. Legyen egy pocsolya. És elmondja a szöveget, és utána érkezik a nyakoröntés. Azt nem is tudom már kitől jön, vagy fölülről, vagy nem jön egy asszony kegye hordó. És igen. De azért ez mennyire jó. De itt legalább tudod, hogy ez az egész egy nagyon-nagyon spontán dolog volt, mert ez nem egy megrendezett, mert annak idején, amikor mondjuk a Gyurcsány táncolt, akkor ugye mindenki azt mondta, hogy ja, jó, van, hát ez egy ilyen megrendezett, ez egy ilyen kampányfogás, kitalálta, mit tudom, egy sajtófőnök, vagy nem tudom, egy PR-os, hogy ez milyen jó lesz, mennyien meg fogják nézni, és mennyien azt gondolják majd, hogy mennyire jó fej. Itt meg ilyet nem tud senki kitalálni. Igen, saját kútfő látszik rajta. Igen. Egyébként maga az
LS egy, egyesület, az ugye 22 ezer dollárt kapott tavaly ugyanebben az évben, most pedig már ilyen 1 millió vagy 1 millió 200 ezernél járnak. Tehát a célját, tehát a célját ez a dolog abszolút elérte, hogy sokszorosát kapták meg egyébként. Illetve nyilván hát ugye ezzel nem csak magát a pénzt nyerték, vagy a pénzhez jutottak hozzá, hanem maga a kutatás, a betegség, tehát egy csomó olyan dolgot is ismerté tettek a világon, amit ugye mondjuk kevesebb ember ismert, vagy az, akinek mondjuk nincs a rokonságában ilyen típusú betegség, az nem is nagyon tudta, hogy ezt kutatják, keresik a megoldást, és hogy hány ember szenvedettől a betegségtől. Tehát ez egyébként egy jó ötlet. Jó, a fölhívás maga jó, igen. Aztán, hogy ez merre megy el, az mindig kérdéses és véleményes. Elhozhatod még. Figyelj, a Gönci úgy kezdte, hogy ő az első. Mi van, ha azt mondod, hogy és gyerekek, akkor zárom. Gyerekek, hagyjátok abba. Én most megcsom utoljára, de mindenki hagyja abba. Aki utánam csinálja. Az már béna, az lúzer. Az áruló, igen. A Charlie Sheen-est akartam, csak aztán láttam a DMZ-m, hogy megcsinálta, és akkor mondtam, hogy azt már nem. Gangsta is érdekesen értelmezte a kihívás lényeget, írja valaki. Mit csinált a gangsta? Ruhába, sapkába, tehát egy ilyen... De mondjuk, még mindig jobb, mint zokniba, papucsba. Tehát annál még... De mi félt a jeges víztől, vagy mit csinált? Ruhába, macba, íze, sapkába öntötte le magát? Így van, így van. Tetőtől tapig beöltözködő. Fia, Jani azt mondta, hogy nagyon fájdalmas volt, hogy ráborítottuk a két vödör jeget. Hát vettünk ilyen hipermarketes jeget. Önmagában azt is láttam, hogy sokan elcsalták, mert nem mindenki tett bele jeget, de az jeges vízzel leöntött magad, az keményem. Hát én magasról is öntöttem. Ugye két vödör volt, leültem egy székre, és akkor úgy öntöttek le gyakorlatilag, mert ugye a Gábor is öntött egy vödörrel, és hát fájdalmas volt. De te már nem mondtad el, hogy te is útjára indítod, ugye? Ne! A Hújber, a Gönci, nem, a nem tudom ki utána, én is útjára indítom. Srácok, kitaláltam valami. Nagyon eredeti. Dehogyis. Van egy jó ötletem. Soha senki nem csinálta. Mostantól mindenki öntse le magát jeges vízzel. Nem, voltam, abban biztos voltam, hogy néhány az biztos megcsinálja. Tehát például a Hajdú, azt tudtam, hogy azonnal megcsinálja. Tehát akik, tudod, vannak azok a celebritások, akik nem maradhatnak ki semmiből. Például Hajdú, mint Szabó Zsófi, stb. Tehát biztos voltam benne, hogy ők azonnal kapva kapnak a lehetőségen, hogy leöntsék magukat. És a Gönci hol öntötte le magát? Bent a Fókusz stúdiójában? Igen, nem kijött, képzeld, de fókuszadásban csinálták. Nem hiszed el, majd nézd meg, mert hogy az első emeleten a liftek előtt. Az RTL székházban. Tehát, hogy egy olyan arra nagyon alkalmas helyen, ahol szerintem abban a pillanatban, hogy leöntötte magát, már folyt be a liftaknál a jeges víz. Tehát rohadtul örülhetek neki, igen. Gábor! Azt írja valaki, azt nyilatkozta, azt hitte, csak deréktől fog látszani. És nem nézte meg, miért feltöltötték. Igen, a ló és a papucs. A ló és a ló és a papucs és a síró orvérző kisgyerek. Igen. Én az írja, mennyire igazam, hogy az mennyire groteszk, hogy egyébként aki kitalálta, ugye ő pedig közben szegény meghalt, de hogy megfulladt. Aki ezt az egészet az útjára indította. Ne. Azt nem is tudtad? Nem a Zuckerberg indította? Nem, a Zuckerberget találták meg, vagy őt hívták ki, de hogy aki ezt az egész Ice Bucket Challenge-et kitalálta. Ez egy fiatal srác, egy 30 éves srác. Valamilyen, nem is tudom, mit olvastam, hogy volt valami medencé, ahol beleugrott, vagy megállt a szíve, de hogy ő közben megfulladt. Oh. Ő volt az, aki ezt az egészet kitalálta, és ezen kampány keretein belül ezt a dolgot egyébként elindította. Szegény. És beteg volt az ás? Nem, azt hiszem, hogy neki vagy a családjában volt valaki, vagy valamilyen ismerőse, vagy valamilyen gyerek a családban, és akkor így ezt kitalálta és elindította. De hogy igen. A gangsta lisztet öntött magára, nem jeget. Na. Igen? Ah, vagy 2 kiló kokain. Ne. Hogy mennyire átment öncélúba? A dopmenék egymás nemi szervét öntött. Hogy azért mindenki, hogy megérezte, hogy milyen nemes a cél. Milyen nemes a cél, és milyen szép a szándék. Az nagyon jó. Azt mondja, ha leöntöd magad, akkor utalni is kell $10. Tehát, hogy ez a szabály, hogy nem vagy leöntöd, vagy utalsz, hanem, hogy ha már leöntötted magad, akkor az azt jelenti, hogy automatikusan utalsz, igen. Basszus, itt már mindenki ír mindent. Én meg például $100-ról tudtam. Hogy van egy minimum összeg? Vagy volt egy minimum összeg? Ha 100 fölött utalsz, akkor nem kell önteni. Ha minimum 100-at utalsz, akkor nem kell önteni. Ilyen mélységben engem ez már nem érne. Igen. Ezt az Ice Bucket Challenge-et mi találtuk ki? Úgy hívják húsvét. Balázs, ülj bele egy dezodorba és add tovább. Útjára indítom ezt az impulzus dezodort. Kihívom. Nem. Jaj! Igen. Reggel be kell fújnod magad. Figyelj.
jaj, kim van, és ezennel kihívom Hajdú Péter. Ki ez szerintem nem rossz. Át kell adni a dezodort? Nem, mint a váltóbotot a százas gátfutásnál, vagy szerintem a 110-nél, vagy a váltásnál? Most és ezt átadom ezt a botot Kövér Lászlón. Figyelj, ez most szerintem egy csiszolatlan gyémánt. Hadd ne üljek bele egy dezodorba. Nem, ne álljunk meg itt, ne álljunk meg itt, találjuk ki, indítsd útjára a segrakéta mozgalmat. Ülj bele egy impulzba. De ezt ne jegyezzétek meg bármibe, bármilyen dezodorba. Igen. És lőd ki. És meg kell gyújtani közben. Így van. És lőd ki, lőjél vele célba. Aha. Tehát farpofával működésbe hozod. Mindjárt jön. De miért nem akkor a útjára indítom a Pikádóval Lufit című? Az is jó. A Popsi Pikádó. A Popsi Pikádó. Útjára indítom a Popsi Pikádót. Egyébként lehetne itt igen alternatívákat találni. De mindenképpen jó ötlet az új Übel egy dezodorba és ad tovább. Ez nagyon szép. Írja valaki, hogy a Patrick Stewart hogy csinálta meg az Ice Bucket Challenge-t, nem tudom, hogy csinálta meg. Azt nézzük meg, majd megnézzük. De úgy ad tovább a dezodort, hogy gyakorlatilag egymáshoz szorítjátok a farpofejtokat, és áttolod. Jó, de akkor leszelte az, akinek továbbadom? Azt mondta, a Hajdút hívott ki. Így van. Én nem akarom elorozni ezt a nagy lehetőséget a Pétertől. Igen, Bali, tőled elfogadjuk a zapkásával. Nyakom magad, igen. Két Winslet, Leonardo DiCaprio-t hívta ki egy Ice Bucket Challenge. Ez mi? Titanic. Ja, Jézusom, de lassú vagyok, még félig szabni vagyok, ez nem lesse esett, igen, igen. Igen, az elindító tóba fulladt, igen. Na, itt van a videó, hogy csinálta ez a Patrick Stewart. Na, ugye megnézem. 1 perc 50. De azt most nem nézem meg. Lal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 
tudja, de meglátod, azonnal megérted. Megfog egy vödröt, vagy jég, kivesz egy darab jeget, beleteszi a poharába, beletesz még egy darabot a poharába, fog egy üveg viszkit, mit iszik? Várj, megnézzük, mit iszik. Jack Daniels iszik? Jó. Beletölti a viszkit a poharába, de szépen jéggel, félig teletölti viszkivel, elteszi a viszkis üveget, fölemeli a viszkis poharat, kocint egyet a kamerával, megissza a viszkit, fintorog. Eddig viszonylag hagyományos. Igen, soha újat nem vidd bele. Aha, megint ír valamit, jegyzete. Most ezt komolyan nézem végig? Hát most már felénél vagy, ne üljél. Most már ne hagyd abba. Ez csak nekem izgi. Most már haragudnának a hallgatók, ha nem tudnák meg. Aha. Gondolom, hogy az összeget írja le a papírra, amit adományozott ő, gondolom. Na várj, most már végignézem. Egy kopasz karakterszín, ez egyébként nagyon sok filmen játszott. Egyet se tudnék mondani. Megint ír valamit. Jegyzete. Aha. Nagyon sokat ír. Kitépi a papírt, most fogja felmutatni. Mennyinél vagyunk? Én mindjárt megszülök. Bocsánat. Most már elhagyd abba. Kicsit erre ráfutottam, de most már nem vagy. Hallgató elküldte, hogy nézzük meg, gyerekek, mi értük vagyunk. Arrébb teszi a papírt, figyeld, arrébb teszi a papírt, ráteszi a tollat, nincs semmi az asztal előtt. Fogja a jeges vödröt, igen, ami tele vagy jéggel. Egyébként a bort is teszik, nagyon szép vödör, nagyon elegáns. Fogja megint a... De ez most ugyanaz elindult még egyszer. Aha. Hogy most ezt kétszer csinálja, vagy én elindítottam a felénél még egyszer. Ez már másfél perce nézés, ugyanazt csinálja. Megint tölt magának. Megint tölt magának. Fogja a viszkit. Megint tölt magának. Aha, megint megissza. Megint megissza. Ez most lefagyott. Nem, most már megvárom. 10 másodperc, van, tartsatok ki. Igen. Megissza. Aha. És... Fintorog, mert most nem fog elvárni, most ez ízlik neki. Ez más, mert ez most ízlik neki. Megint felmutatja. Leteszi a poharat, és vége a videónak. Gyerekek, én megint be vagyok tét. Ezt nem hiszem el. Úristen, megint kész vagyok. Én ebből van egy második rész? Valószínű meghaltam. És most és ez most mi? A rohadt életben én még ilyen durvát nem láttam. Hát mindjárt lepetézek. És tényleg kétszeri volt viszkit? De mi megírja? És írt valamit? Leírja az adományt. Te király videó! De most ez, ha ezt én megcsinálom, mindenki azt mondja, milyen cikk ez. Most ő megcsinálja, és itt ódákat zengenek róla a ráírásba, hogy úristen, mennyire cool. Leírt valamit a papír, volt két viszkit. De ő játszott az X-Men filmekben, te meg nem. ez is igaz. Egész igaz.
De durva! A Matt Damon én a végét még egyszer megnézni nem bírom ki. Ne haragudjatok. Jó, bocs, ráfutottam. Ne hallod? És megint tölt magának viszkit. Iszik belőle. És miért? Belenéz a kamerába. Hát nem egy durva, láttam. A Matt Damon, csak mondom, hogy na, ő mit csinál. Na, ő mit? Azt is nézzük ő, meg, de, jó? Na, de ő mit? Evet egy szendvicset. A Matt Damon WC-ből öntötte le magát, mert hogy ő környezetbarát, és a WC... És a WC vízzel önti le maga. Oh. Tehát lehúzta igen? A WC-t, ami maradt, az meg... Harag. Az se rossz. Nem, az a harag. Ő nem használ erre csapvizet, és hogy, hogy ő nem... Tehát sima, tisztított vizet, ő nem használ el erre, ő a WC vizét önti magára, és belement, fogott egy vödröt, belemerte ugye a fajanszba, és nyakor öntette magát vele. De előtte Beneflek telebrúnyálta, vagy mi ebben a... Semmi, gondolom, ők is próbálják ezt variálni, tudod, ahogy a Charlie Sheen, meg jó, néhányan. De figyelj, nekem a Patrick Stewart az mindent visz. Jó, hát tehát, hogy én ennél durvábbat még komolyan mondom. Állítólag az benne, hát nem vicces, hogy csekket tölt ki, azt írják a hallgatók. Igen, valószínűleg csekket írt. Csekket nagy összegről, csekk, és akkor nem kell leöntened magad, akkor ihatsz viszont, igen, érted? Csekk fizetett. Egyébként meg is fázott volna a fej, hisz ő kopasz. Hát akkor azt mondta, hogy stílusosan ezt az egész őrületet, ami most már tényleg nagyon öncélú, le lehetne zárni? Így van. Egy ülj bele egy dezodorba és adta be? Ne, hívjuk, legyen szerintem egy sokkal jobb neve, legyen mondjuk az a neve, hogy Segrakéta Staféta. Ez legyen az SS, SRS. Segrakéta Staféta. És akkor kilövöm? Így van. És akinek átmegy a kertjébe, annak kell tovább lőni? Sziasztok, Sebestyén Balázs vagyok, és szeretném lezárni az Ice Bucket Challenge-et, és útjára indítani az SRS-t, vagyis a segrakét, a stafétát. Hajdú Pétert hívnál ki elsőre. És mit kell kilőni? Egy tűzi játékot. Jó, és most jön a csavar, szájjal kell elkapni. Na jó van. Na megvan. Gyerekek, ebből kimaradtunk, bocsánat, mindenki. Jó, Patrick Stewart-ot nézd meg. Én bocsánat, hogy ezt nem csináltam, meg mind a 40 embertől, aki kihívott, Zsuzsák, meg mindenki. De miért bocsánatot? Nem, mert most hát számítottak rá, Feri. Számított. Én nálam meghaltak ezek a vonalak. Én elhalasztottam, aha, ezeket a vonalakat. Na azért, lezárás a tiéd. Én lezártam, igen. Jó van, 3:10 lesz pontosan 7 perc múlva, van egy friss közlekedés írünk, ami fontos. Baleset van az M6-oson a 101-es kilométernél, Pécs irányába egy sávra terelik a forgalmat, úgyhogy ráadásul ez átlagosan kanyarban van, úgyhogy mindenki figyeljen, mert egy picit nehezebb észrevenni. Aztán M0-ás a pihenőben ADR kontroll van, ezt Attila küldte nekünk, ez az alacskai pihenőben van ráadásul, és a 11-es úton még mindig nagyon lassú a bejutás Budapest irányában. Mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz pontosan egy perc múlva. Itt közben írek a hallgatók, hogy kiket nézzünk még meg. Lady Gaga-t tényleg érdemes, hogy tényleg nem tudja, hogy hol. Ül egy ilyen nagyon fura széken. Tartja azt a részvödröt a kezébe, hogy nem tudja. Azt se tudja, hogy hol van. Biztos nincs nagyon kész. Fogalma nincs. És ráadásul nagyon kell küzdenie, mert marha nehéz a tál, egy fénytálból önti magára 10 liter vizet, vagy nem, igen, tudom mennyit. Látszik, hogy rettenetesen erőlködik, ahogy tartja. De nagyon laza akar lenni. Igen. Na mindegy, ez van. Fél, megnéztem a Hajdúnak az oldalát, még nem látom, hogy elfogadta volna a kihívást. Megcsinálta ő már. Nem, az SRS-t. Ja, az hát az SRS-t? Jó, akkor is Patrick Stewart a legnagyobb, nem? Hát az... Meginni egy viszkit, jéggel, és kitölteni egy csekkvizet, óriás. Iszonyatosan óriási. Durva. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk ma reggel. Nincs benne a... Ja? Ja? Suli, nincs benne? Suli, nem tetted be? Nem tetted bele? Akkor toljuk le újra. Toljuk le az egész megszólást. Mert egy kicsit még vissza kell rázódnom. Szóval, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember egy olyan típusú szolgáltatást vesz igénybe, vagy ül be tényleg egy taxisofőr mögé, egy buszvezető mögé, találkozik egy olyan pincérrel, egy hentessel, amikor látja, hogy az adott ember nincs a helyzet magaslatán, és nem ért ahhoz, amit csinál. Ugye a kiinduló történet az volt, hogy volt egy vízi aerobik tanár Spanyolországban, aki hát szerintem ezt két nappal ezelőtt tanulta meg, ugrabugrált, szökelt, pókjárásba ment, senki nem tudta utána csinálni, viszont nagyon lelkesen próbálta mindenki. És hogy milyen érdekes az, amikor tényleg egy nőgyógyász kérdez olyat, amire rájössz, hogy nem értesz hozzá, egy orvos rosszul tartja a röntgenképet, vagy egy taxisnak te magyarázod el, hogy merre kell menni.
Hát hallgatóink nagyon sok érdekes SMS-t írtak, ezekből szemezgettünk, és ezeket most újra megmutatjuk. 7 perc múlva pontosan 10 óra, 3 autó koccant a Kerepesin az Árkád irányában, szép napot küldte nekünk. Egér M7-es Pest felé 97-es kilométer előtt a Bokorból mérnek, és a 73-as kilométer Pest felé a szerv mér, 50 kerekű Vili küldte ezt nekünk, ez az M1-esen van, egészen pontosan, a 73-as kilométer után. Köszönjük. Na jó van. Mi van, Csabi? Szabin? Szabin van, képzeld el. Tényleg? Igen. Hát, ezért is jó a két gyerek. Több a Szabi. Gyerekek, hát szerintem. Majd megtudod te is. Hát, mit gondoltam? Miért csináltuk szerinted a másodikat? Plusz 5 nap. Adókedvezmény. Adókedvezmény. Jobb nyugdíj. Hát egy csomó minden van, nem? Érted? Hát persze. Hát ezért kellett. Jól van. Hívjuk a nap hallgatóját akkor. Hívom én, látom, gyerekek, nagy elkanászosítás van itt. Hát itt komolyan, pedig olyan rend volt három napig. Nem, Anna sehol nem tartott a lat sem. De pedig ők tárcsáztak. Igen? Rendesen, ez csak neked szólhat. Nincs itt rendes fegyelem. Ja, Anna miatt a beiskolázás miatt ilyen. Micsoda, mi miatt? Beiskolázás miatt. Ja, mondta egyébként, hogy 72-en szerdát csütörtökön. Mi van, te már nem? Segítesz nekem? Már nem vele vagy. Trécselsz megint? Nem, remélem, nem tudom. Simán lehet, hogy mellé ütöttem. Morning show. Az, akkor nem, jót hívtam. Az. Aha. Ott van. Ott van az. Ott van az. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Krisztián. Hello, Krisztián. Figyelj, ez igaz, amit küldtél, tényleg? Igaz, azért jól. Ugye a témánkhoz kapcsolódva küldted te is az SMS-t, miszerint milyen érdekes az az élethelyzet, amikor az ember olyan emberrel találkozik, amikor rájön, hogy nem ért ahhoz, amit csinál, ugye az, akivel találkozol. Neked mi volt pontosan? Látom az SMS-t, csak hogy te mondd el. Amikor a kislányom született, ugye a feleségemnek elfolytottam a manzofiz, és hát kezdett szivárogni, aztán bevittem jósan a kórházba, Doki megvizsgálta, és akkor kérdezte a feleségemtől, hogy ez a manzofiz. Az döbbenet. Az döbbenet. Tehát ez orvos kérdezte a te feleségedet, igen, hogy ez a magzatvíz. És utána jól levezette a szülést, vagy láttad rajta, hogy bizonytalan? Hát már itt a másik fogadott orvos, és ő vezette a szülést. Jött egy másik orvos. Szerintem nem baj. Uh-huh. Jól érzem, ugye? Igen. Ez mikor történt? Mennyi idős a pici? Itt van mellettem, amikig. Aha. Hát akkor ezt nem hallottam. Jó, megnőtt. Igen. Ezt csak próbáljuk kitalálni. Kicsit rosszul hallunk. Jól van. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Te lettél a nap hallgatója. Köszönöm. Köszi, hogy mondta. Ciao, szia. Hello, hello. De tényleg, akkor mire gondol az orvos, hogy hát magának kell tudnia, magából jött ki. Nem? Esetleg kiöntött valamit. Igen, és érdekes, a szülésnél eleve pánikba vagy. Tehát látod a feleségedet szenvedni egy ágyon, azt se tudod, mit kell csinálni. Erre jön az orvos, az... ez? Aha. Ez mi? Igen. Ide cseppentettünk? Sokat segíthet egy ilyen nagy tudású orvos. Meg tudsz rémülni. Na jól van. Olyan hétfő hangulatom van, de nem hétfő van, péntek van. Hát nincs jobb így hetet kezdeni, hogy holnap péntek. Van, csak mondom, illetve... holnap azért még gyere be. Igen, hogy holnap péntek. Hát ez... nem hétfő van, péntek. Szörnyen jó így hetet kezdeni. Jól van, Gábor jön akkor a kívánság műsorra, tőle tudtok dalt kérni, 555 55 00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasz, sziasztok! Ciao, ciao.